Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM. Kösz, 6 óra múlt 12 perccel, jó reggelt mindenkinek, hello Feri, hello Jani, hello. Sziasztok, jó reggelt! Nem véletlen találták ki azért, hogy rádiózni fülessel kell, gyerekek, hát, ugye? Hogy van ez így? Tessék? Furi ilyenkor. Egyébként mindig gondolkozom, hogy miért kell a rádióba a füles, aztán amikor nincs hajtam, akkor rájövök, hogy nagyon. Szóval, hogy ez anélkül nem igazi. Hogy nem hallod úgy a nem többieket. Nem is úgy beszélsz. Nem is úgy beszélsz, igen, nem is úgy Vett az egész. Egész fúj, kell. Na nézd meg, 3, 2, 1. A minden. Igaz, hogy más. Jaj, de. Mi ez? De jó. Ez nem az én fülesem. Hogy képzeled, az állásukban játszott. Tényleg csak. Nem, hát tényleg. Tudod, hogy. Emlékszem, mi volt a múltkor is, ugye? Ez nem, ez biztos, ez az új füles szerintem, ami nem fog úgy. Ami drága volt. De. Az egy nagyon jó kis füles. Nagyon. Nagyon. Aha, nagyon, igen. Hát csak hozzászoktál valamihez. Igen, gyerekek, hát az a kis hozzászokás, az a megszokás, nagyúr, ugye? Hát bizony, Zsül, drága vagy, puszi. Na. Puszi. Na. De ezzel gondolkodjál puszi. El. Puszi. Puszit nem adhattok? Nem lehet puszit adni most, mert dühöng a rotavírus egy csomó helyen az országban, úgyhogy nem pusziszkodunk, és készfogás előtt is, meg után is mossunk szépen kezet, meg fertőtlenítsünk. Mm-hmm. Tegnap hallottam a televízióba, hogy ez nem vicc, nem játék, nem móka, nem mulatság. Akkor az úgy van. Így van. Főleg, ahol gyerekek vannak otthon, senki nem akarja ugye benyelni Ovi a rotát. Ovi már ki van rotálva nálunk is. A csoport 60% otthon rotázik, úgyhogy nagyon tényleg kemény. Azért mondom, észnél kell lenni. Hát igen. Nagyon fontos. Nem lehet csak úgy bejönni a rotával. Nem, én például én nagyon védőoltás ellenes vagyok, például rota védőoltás ellenes. Aha. Nem kell. Nem kell. Senki nem kell. Ne ijedje meg. Nem kell oltatni. Csak ne menj el most. Nem kell. Vagy se nem mellette, se nem ellene nem kampányolunk, viszont mosson mindenki rendszeresen kezet, és ha lehet, fertőtlenítsen, mert megmondták, hogy a legjobb védekezés az támadás. Ja nem. Hogyha tiszta a kezed. Miután összetaperoltál valamit, mi WC-n voltál, miután jattoltunk egymással, miután ölelkeztünk, miután tapiztunk, aha, érted? Azután előtt mossunk kezet. Soha nem jattolunk, csak tapizunk. Na hát, azt mondom, hogy... Igen. Kajával is terjed, csak szólok. Hát akkor ne egyél az enyémből. Jó, de nem is adtál már megint. Hát terjed, igen. Sokféleképpen terjed. De már ugye a gyógyszeripar kitalálta az okosságot, hogy akkor... tizene akárhány ezerért megvehet. Már erre is rotátalanítást? Persze, van védőoltás. Soha nem oltatunk belőle, de szerintem. Nem is kell. Figyelj, most a gyerek, ha nem veszélyeztetett, kicsit megy a hasa, két napig hány, visszatöltöd a kiürült sókat, vannak mindenféle ilyen porok. Sok vizet, aztán kész, túl van rajta. Tehát ezért szétbombázni az immunrendszerét oltással szerintem semmi. De semmi értelme. Nincsen. Igen, hát sokat kell kezet mosni, persze, de szerintem ez elkerülhetetlen. Szóval, hogy mi a kézmosás, vagy a rota? Nem, az, hogyha be kell kapnod, tehát annyi emberrel találkozol, köhögnek, tüccögnek, rád néznek, megfogod, tényleg 3 percenként kéne kezet mosni, azt meg senki nem tudja csinálni. Tehát preventív szempontból jó, de én nem hiszek meg ebben. A főnököt, hogy van-e nála kézfertőtlenítő? Nagyon helyes, az tök jó, volna? kell. De az jó is. Mindig megvan. Már megoldódik. Csak ugye a gyerek is ugye itt megy, oda megy, óvoda, iskola, hát ott ő se tud 5 percenként kezet mosni, tehát elkapja. De cuki rózsaszín. Figyelj, most a vegyes gyümölcs illattal. Nagyon jó lehet, akkor azt érezzük rajtad. Azt, hogy utálom azt a kézre csöppentőt, fúj. Miért? Mert nem tudom lemosni, és mindig az a kényszerképzetem támad, hogy vajon hova tűnik, tudod, ez, amit így belenyomsz a kezedbe, összedörzsölöd. És utána úgy hiányozna, hogy valamiben megtöröld. Alkoholos elpárolog. Fú, de utálom. De hát szép tiszta lesz tőle a kezed. Meg fertőtlenít is. Tehát, hogy így ez a baktérium a 90%-et elpusztítja. Kanaladat, poharadat felekented? Nem, azt mosom. Sőt, a tieteket is. Köszönjük szépen. Tényleg elmostad? Hát, mindig szoktam. Milyen rendes vagy. Ezentúl 2 bögréből fog kávézni. Tegnap megőrültem, mire kiöblítettem az összes rizses poharat. Tényleg szépen, ma ki után beszáradt. Persze, mert hogy egy pár perc múlva már ugye beleszáradnak a kis rizszemet. Igen. Gondoltam, nem hagyom itt a néninek reggelre, mert hogy hívják. Ja. Maki nagyon cuki volt, gyerekek. Aranyos volt. Aranyos. Igen, jól beszélt magyarul, tényleg sokan nem tudnak így, pedig 5 éve élít, vagy 6 éve. Sushit nem sikerült neki csinálni. Nem, viszont a Fuji automatákról viszonylag sokat megtudtunk, és szerintem maximálisan elmélyítettük a magyar-japán barátságot. Teljesen.
örült is nekünk. Megszerették is. Na, csak mondom egyébként, hogy az egyik kedves hallgatónk, mivel nekem, talán Ferinek igen, de nekem nem sikerült megnéznem a Marsot, pedig a Balázs hype-olt eleget most a közelmúltban, teljes joggal egyébként, igen, küldött, és már nem is akárhonnan, azt mondja, hogy Zsolt nevű hallgatónk Münsterből, Németországban tartózkodik jelenleg, és ott csípte el a Marsot az égen, és küldött. Nagyon jól néz ki egyébként egy pont. Aha, tehát egy pont a Hold mellett, de nagyon szép pont egyébként, és én nagyon irigylem őt, elsősorban azért, mert Münsterben van Németország legnagyobb harckocsi múzeuma, de a képek is egyébként nagyon jó. És biztos, hogy a Mars nem lehet, hát csak egy másik. Szerintem megmutatom Balázsnak, Balázs szakember, ő meg fogja mondani. Hát figyelj, fotóról azért néz, hogy színét kéne látni, bár most a Hold mellett nem tűnik annyira vörösnek egyébként az elmúlt egy-két napban, mert hogy kezdte Hold lenni. Volt valami így más. Néz ki, ő lenne az. Ott van, ennyire volt a Holdtól, tényleg a Mars. Összekeverheted, ezért gyerekek, bárki fotózta, jól fotózta, Holdtól balra, az a Mars. Ászlánja úristen, egy szép Mars. Zsolt Münsterből, nagyon szépen köszönjük a képeket. Mit csinál Münsterben, nem írtam egy? Szerintem, hát, dolgozik. Mert ott olvast az interneten, hogy ott tiszta az ég, is lehet látni. Nem úgy, mint nálunk. A vörös bolygót és akkor kiút. Ez nem, szerintem kint dolgozik, ezt jó. Nem osztotta meg velünk. Köszönjük szépen. Legalább már mi is láttuk. Gyerekek, na most már nem kell élő menni. Tényleg ott van egyébként. Társasővel kéne megnézni. Nem lehet valahova bemenni ilyenkor? Planetáriumban nem lehet bekopogni? Oda minek kopogjak be? Hát be se tudja. Tudja levenni a kupakot róla. Hát gyere be egyébként, neked elég jobb műszaki érzéked van. Te láttad az én távcsővemet? Nem. Nem. Fotót sem mutattam róla? A fotót. Talán egyszer, mi régen, amikor megkaptad. De csak annyi csak egy ekkora részletet lehetett látni a távcsőből, mert akkora volt, hogy nem fér rá a fotóra. Azzal meg lehetne nézni, hogyha tudnánk, hogy hogyan működik. De hogy nincs valami hivatalos, egy bekopó a planetáriumban, jó napot kívánok. Dehogy nem, vannak csillagvizsgálók, a planetáriumban nem menj, az nem az. Túl messze van. Igen, nekik ő... meg túl messze is van hozzá a planetárium. Nagyon jó a planetárium, de az nem ilyen típusú, bár ugye föléd vetítik az égboltot. Tehát ott is meg tudod nézni, de ha élőben akarod, akkor csillagvizsgálók tartanak nyílt napot, tartanak éjszakai holdfigyelést, el lehet menni, vannak ilyen mindenféle ilyen fényszennyezéstől mentes nemzeti parkok, és ott is nagyon szép az égbolt, úgyhogy menjél, nagyon jó. Csak úgy lenne igazi megnézni. Nekem gyerekkoromban a kevés kötelező jellegű ilyen fejtágító program közül a planetárium volt az, amiben nagyon jó volt a Vitéz László is a Rózsaműveldési házban, a Városház utcában, de hogy a planetárium nekem mindig bejött. Én nekem is mindig olyan jót aludtam, mert ugye átnagyon nagyon dőn és sötét van, halk zene szól, hát figyelj, úgy az, hogy öröm nézni. Lézersón voltunk. Jean-Michel Jean? Az, hát világos, az mi? És már jöttek is. Az zseniális. Azt arra emlékszem, én is igen. Azt mindenki látta. Igen. Szerintem a mikorosztályunkból. De jó is az volt. Az jó volt szerintem. Annak idején is. Hát aztán nem tudom, hogy mit fejlődtek, vagy milyen irányba fejlődtek mostanában, hogy nem voltam már kb. 15 éve. De hogy pedig biztos nagyon messze, jó. Ugye? De, hát, de. Majd valamelyik nap átmegyünk közösen. Jó, egy 11-es előadásra. Ha akarsz egy jó programot a gyerekkel nyáron, akkor menj el, van egy nemzeti park, ahol nincs fényszennyezés. Ezt már mondtam egyébként a múltkor, mert 2 éve is ott volt a túrvég. Ez a Yellowstone. Igen. Nincs messze. Egy gyors hétvégi hát program. Nem, ez a Zselici Tájvédelmi Körzet. És ott van egy ilyen, az a neve, Csillagos Égbolt Rezervátum. Barom jó hely. Fogságba ejtették a csillagos égbolt. Van a bölények, meg fogságba ejtett csillagok, indiánok, csillagrezervátum. És nincs fényszennyezés. Tehát az országnak azon kevés pontja, ahol nagyon-nagyon tisztán lehet eget kémlelni. Uh-huh. És vannak éjszakai túrák, én el akarom majd vinni a Benitot a Vikivel, csak még meg kell várni, még egy picit nagyobb lesz, hogy már igazán értékelje. Nem, ha meg jobban... elhagyjátok, akkor maradjon életben azért. Tessék? Tehát a tájvédelmi körzetű indiánja. Meg most még jobban érdekel, hogy fölvesz 2 követ és elbedobja a patakba, mint hogy mi van fölöttünk, de mondjuk ilyen 5-6 évesen, és nagyon-nagyon szép. Láttam róla a képeket, még nem voltam, gyönyörű. Hát meg a múltkor egyébként, hogy a Kaposváron voltunk, akkor beszéltük, hogy elmegyünk. Igen, akkor úgy volt, hogy elmegyünk, de aztán valahogy úgy alakult, hogy mégsem. Hát minden program az életünkben, jó, ami jó, közös. De érted, jó, vannak táblati terveik. Igen, mint az összes együtt tervezett program, amiből egyet sem valósítottuk meg soha. Csak mindig mindenről beszélünk. Ha Kaposvárra megyünk, akkor most már elmegyünk. Egyébként nincsen közel a Zselici Tájvédelmi Körzet, mert úgy látom, hogy ott a közelében van Santos. Santos? Ami inkább Santos le. Görögország. Santos. Azt nem tudjuk, hogy Kaposvárra megyünk-e idén májusban. Nem mondhatunk semmit.
Na így van. Mindenkit meg kell lőjük. Bárki, ha megyünk, akkor bemegyünk zselézbe. Ez egy masszív projekt lenne. Bárkinek, igen, elmondjuk, még meg kell, hogy jöjjük, úgyhogy még nem mutatjuk. Rengetegen kérdezik egyébként e-mailben már. Mindenkinek azt válaszoljuk, hogy majd májusban megtudnak mindent. Hát a májusnál előbb jóval. Ezt meg tudom. Az az áprilisban, de az meg most van. Szerintem, várjál, most van április, szerintem jövő héten már tudjuk mondani. Itt még mindenféle ilyen területfoglalási dolgok vannak, de ahogy letisztázódott és megvan minden, és szélszeseink, promóciósaink azt mondják, hogy oké, Bali, oké, Jani, oké, Feri. Így van. Akkor megyünk. Akkor igazából. Most még csak azért nem mondjuk, így is nyilván minden rendben lesz, meg megoldják, meg minden oké. Csak hogyha esetleg valami guzmi van az egyik területen, és mi ezt beharangoroztuk, akkor nem akarom, egy guzmi? Elinduljon 100 000 ember a fővárosba meglincselni bennünket, hogy miért nem oda megyünk. Úgyhogy egy-két napig szerintem ez megvan. Mindenki nyugodja meg a mert hogy egyébként... Mondta az a kis Maki. A kis Maki, ahogy a Maki mondaná, fönn lesz a Facebookon is természetesen, fönn lesz a honlapunkon is természetesen, és mondani fogjuk adásban is, úgyhogy nem lehet minket elkerülni. A dátumot az már, azt tudjuk mondani, hogy a május második hete. Igen. Tehát az biztos. Május elsője, 4 napos hosszú hétvége, utána visszajövünk egy hétre, és utána megyünk. Így van. Aha. Így van. Ma már reggel úgy jöttem befelé, és szerintem ti is, hogy világos volt, és ez a pici kis elég, ez a pici kis hangulatváltás is elég ahhoz, hogy az ember jól érezze magát. Bizony, nem? Rám példának okáira annyira csodálkozásra adok ott az, hogy világos van, hogy a körúton az a hülye, aki 30-al megy a belső sávban. Nyilván azért. Úristen, a lovász üvöltözött így mindig a hideg rázettől. Jézusom, most... Na. Viszont ő minden nap felé, meg csak néha. De most nem üvöltöttem, csak elváltoztattam a hangomat. Úristen, életem sötét középkor, tényleg, amikor vele kellett dolgoznom. Igen, és minden reggel így üvöltözött. De mire? Nem tudom, bár mindig mire? Így üvöltözött. De ha kávét kért, is így üvöltözött. Anna hozzá egy igen, és ilyen orrhangon. És mondom, Laci, ne üvöltözz már, miért üvöltözöl? És ez volt a fix ideája, hogy ordított. Te nem voltál ott, nem dolgoztál akkor reggel. Hát igen, egyrészt sajnálom, másrészt meg annyira nem. És mindig ordított. Felmondásom, azért, hogy ne dolgozzunk együtt. Felmondásom egyik oka a Danubiusban az volt 4 hónap után, hogy nem bírtam, hogy üvöltözik. Ő állandóan. De ha kért egy pohárvizet. Ő az, aki most az új frizurájával nagymamának álcázza magát. Azt nem, azt nem tudom. Rossz vagy. Azt nem tudom most, hogy néz ki. De hát csak meghalt a fodrásza, nem? Vagy feladtam. De hogy de most erről eszembe jutott, hogy mindig így üvöltözött. De arra, hogy nem így akartam. Nem csak olyan... Traumatikus élmények azok nekem. Láttam, hogy egy három vörösödés van. 3 hónapot töltöttem akkor Danubius rádióban. Azt talán én voltam a legrövidebb. Ennél rövidebbet senki nem volt. Mindig én voltam a legrövidebb a Danubiusnál. Mindenütt? Nem mindenütt? Igen. Az minden idők legrövidebb rádiós pályafutása volt. Igen, azon úgy el is gondolkoztunk, hogy mintha még ez a fiú itt dolgozott volna, nem olyan rég. De az nem dolgozott itt? Igen. Ha jól emlékszem. A fiú úgy érezte, hogy nem, ez nem neki való. Ez a Danubius rádió, akkor az még nem neki való volt, úgyhogy mondtam, hogy ezt nem. Na mindegy, mi van a belső sávon, ja, az autóval? Csak azért, hogy nyilván azt nézte ő is, az autós, illetve ma több autós is ilyen volt, hogy az egyik 30-al, a másik 40-nel ment, az egyik a legbelsőben, a másik a középső sávban, hogy nyilván megijedtek attól, hogy néha világos van, most lekapcsoljam a lámpát, vagy nem, vagy még sem, vagy most váltsak sávot. Vagy igen. És már mindenki dudált, már mindenki anyázott, nagyon nagy kaland volt már reggel végig jönni a körúton, mindez ugye 4:30-kor, tehát hogy mi lesz később, nem tudom, mert elkezdődött a felújítás. Hát ne is mondták, nem, hogy gyerekek, egy órán keresztül mentem megnézni valamit, az Árpád hídról kellett volna legurulni és elgurulni a Vörösvári út széléig, ott volt egy kis dolgunk. Hát figyelj, 1 órát mentünk. Én azt hittem, elsírom magam. Nem tudom, hogy ezt hogy lehet így kivitelezni, de hogy egy 2 sávos leáramló forgalmat az Árpád hídról ráterelnek majdnem 1 sávra a végén, ott a Vörösvári úti STK-nál, hát ez... És most mind a 2 oldal, hát ez ilyen macerás, úgyhogy ez... Biztos szép lesz, biztos jó lesz, a hajam kihullott. Amikor már minden zenét meghallgattál, már mindenkivel beszéltél, és még mindig csak lépésbe haladsz. Gyerek is nálad volt? Nem. Vicc. Nem, Oviba volt, de nézd, meg építkezés, traktor, igen, apa, de ezt nézzük egy órája. Fú. Most itt is már például a kerékpárút keresztbe le van zárva, csak mondom azoknak a kedves kerékpáros kollégáknak, akik így közlekednek reggel kicsit rutinból, és megfelelő sebességgel, hogy azért nem árt, ha majd itt a kereszteződés meg kinyitják a szemüket, mert keresztbe lesz egy deszka. Elég egyszerűen megoldották, ahogy ennyi. Tudod, igen, a sorompa, ami 10 percen túl is zárva tartható kategória. Keresztben van egy ilyen deszka. De olyan magasságban, hogy így a kezedet azért elvigye, vagy csak a bringa? Nem, csak a kerék. Aha. Csak a kerék. De megoldották. És ez mit tettek le, mi az? A keresztben, a kerékpár úton. Igen. Hát? Figyelj.
Érted. De most mit csinál? Építsem bringa felüljárót erre így a kis időre? Ne, hát erre az egy évre. Van. Ebből fogok? Majd érteni fognak. Nem fogsz itt felülni, hülye bringázni. Érted. Igen. Na mi újság a játékkal? Tudom, mi újság, nem is kell mondani. Igen, nagyon. Izé. Mi lenne, ha a héten nem játszanék többet? Hm? Uh-huh. Hát, az a baj, hogy nem ülsz vissza így a lóra. De bizony. De már megpróbáltam visszaülni, most már, tehát egy idő után már nem mondják, hogy ülj vissza. Tehát leesel egyszer, leesel kétszer, ötödszörre tényleg nem ültetnek vissza, mondjuk akkor most egy kicsit pihenjél. Azt mondják, hogy inkább hagyd abba az egészet, nem megyeznek. Igen, ne lovagolj, menjen, nem tudom, vízilabdázni, vagy csinálj más, de ne lovagolj, mert ez nem neked való. Én nem mondhatom ezen a héten, hogy most nem akarok visszaülni a lóra. Hogy nem mondhatnád? Szerintem nem mondhatja, azért nem mondhatja, mert volt a pályafutásodnak egy nagyon-nagyon sikeres, nagyon-nagyon lümölcsöző és trófákban gazdag epizódja, az amikor volt. Mindenkit rommá vertél. Tehát igen. Kiderült, hogy azért az, a nagy, tehát hogyha csak a nagyszámok törvényéből indulunk ki, akkor nem lehet, hogy ez a véletlen miatt volt, hanem az azért volt, mert tehetséges voltál. Olyan volt, mint Mel Gibson. A sebezhetetlen, érinthetetlen. Hát egy William Wallace volt. Ha csak mondom, hogy a végén őt kibelezték, és darabokra vágták. De... meghalt. Ez történik most velem. Van. Tehát jelen pillanatban zajlik az, hogy kibeleznek, és apró darabokra vágnak. Keresünk valahol kék festéket, hogy be tud festeni az arcodat? Félig legalábbis, hogy átlényegüljön a harcossá. Igen, az jó lenne. Játszatok ti egy kicsit, én azt mondom. Jó, persze, játszatok. Nézzük meg. Miért pont én? Akkor játszanak. Nézzük meg, hogy megy. Hogy megy nektek, jó? Valázs, a lovász már a középiskolában is így üvöltözött. Na, ez megnyugtató. Írja valaki. Akkor semmi nem változott. Akkor semmi nem változott, igen. Budakeszén sárga munka, aszteroidák lassítják a nem túl gyors futamot. Jön a térderes a hajam, István küldte nekünk. Köszönjük szépen. Ha zselicén jártok, mindenképpen nézzétek meg a szívalakú tavat. Nem nagy kerülő, de megéri. Hát. Nagy gyönyörű hely, a szívalakútól érdemes. De ez egy másik akkor. Igen? Ez egy másik szívalakú. Én több szívalakútót nem nyalok be. Egyet benyaltam, gyerekek. Többet nem. Éjjel láttam, itt Pesten írja valaki, mármint a Marsról. Uh-huh. Hát persze, ha látták az Intbarcikán, attól még láthatták. Akkor még itt is lehet. Még itt is lehet látni. Igen. Közlekedés már, hiába indul Miskolcról időben, 3 perc múlva már 1 perc a késés. Ettől függetlenül remélem elérek a célállomásra időben. Hmm. 3 perc múlva már 1 perc késésben van a MÁV. Hát azért az elég masszív. Engem. Ez egy 25%-os visszaesés. Az nagyon komoly. Mérő akcióban a 4-es úton Szolnok mellett, a 95-ös Kavicsnál, a nagy parkonolán, rengeteg rendőrhatalmas ellenőrzés, ezt Ramos küldte nekünk, jó a műsor, írja még, köszi. Siófok és Ságvár között mosolyogni Siófok felől, írta nekünk Szilárd. Balázs, végre megláttam a Marsot. Látod? Keresik néhányan. Mellesleg Budapest baja, M6-os hatóság és balesetmentes Zsőpapi küldte ezt nekünk. Az amatőr csillagászat egyébként nagyon sokat köszönhet neked. Hát vagy csak az. Érted? Bács, nem is, de az, az nagyon sokat. A profi kevesebbet, az amatőr sokat. Mondok én mindenféle bolyó együttállásokat. Hát tök jó. Jól van, lehet jelentkezni játékra, 7:30 van pontosan, jönnek a hírek után pedig jövünk a játékra mi is. 3:47, 7 múlt pontosan 4 perccel, hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk. Itt vagyunk, Zürichben például. Züde ide van, civil szürke autóból mérik a város felől érkezőket a Soproni határnál. Trafi Veszprém után Várpalota felé a 8-asom. És, igen. Igen. Nem. Ellent. Ennyi, tulajdonképpen most azt nézem. Igen. Ja, itt tegnap feszegetted a trafipaxos ügyet. Na. Kérdezted, és ilyen egész európás riasztás van, mindenkinek ki kell menni trafizni. Azért mondom, hogy túl ez sok. A parancs. Az elmúlt egy-két hétben érezhetően sok. Kiküldtek mindenki? Három napos, tehát hétfőket szerda, úgyhogy ma meg holnap még számítsatok rá, hogy nem ám csak úgy nyomogatjuk a gázpedált. De ez tőlünk gyűrőzött már ki Nyugat-Európába? Mert hogy figyelj, megnézték a tavalyi költséget, és a gyerekek, mi ez a bevételi tétel? Trafi? Mi nem csináljuk? Gondolom van ilyen unión belül ilyen amikor így összehangolt. Angéla! Merkel asszony! Mi is? Merkel lakás? Talán Merkelék. Ez ilyen közös kampány, gondolom a sebességtartás mellett, és akkor minden uniós országban. És fokozzák a rendőri figyelmet, és ez nagyon helyes. Meg kell tartani a közlekedési szabályokat. Na, van egy kérdésem Balázshoz. Nem politizálunk, úgyhogy nem tudok erre. Mit csinálnak a gyorshajtásból származó pénzzel, hol van? További sebességmérőket veszek, kérdezi Geri. Hát
elvileg a központi költségvetésbe megy, aztán nyilván a központi költségvetésnél a kormány dönt arról, hogy ezt mire használják föl. Hát, de nem a rendőrség kapja meg, mint régen, hanem ez most már a központi költségvetés gyarapítja, és ebből nyilván bizonyos százalékát visszautálják a rendőrségnek új mérőeszközök így van, vételi szándékaképpen. Még modernebb berendezéseket vesznek belőlük, és ez egy olyan folyamat, aminek a vége az lesz, hogy majd a trafipaxok önálló életre kelnek, öntudatra ébrednek. Csak így járkálnak, és azt látod, hogy mennek, igen, mint a világok arcában a robotok. Na, kedv van, ez azt jelenti, hogy játszunk, jó, már itt is van a játékosunk. Verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, négy tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Hello! Azt nézem, a Laci, hello Laci, ugye? Igen, Laci vagyok. Laci, álmos vagy még, vagy rossz kedved van? Hát, általában így indul a reggelem. Már rossz kedvűen, vagy álmosan? Nem, jó kedvem van. Uh-huh. Hát ilyen a hangom. Aha, csak álcázza. És hogy látjuk, autószerelő vagy. Igen. Tehát célszerű hozzád mondjuk 10 után vinni autót. Mert akkor már jó kedved van. Igen, akkor már alakul hangulat minden. Meg tízig nem is vagy nyitva, úgyhogy nehéz. Ja, igen, pláne. Csak nem engedve senkit. Kivel szeretné játszani? Janit választom már. Nagyon helyes, nagyon helyes. Ez egy kiváló döntés. Uh-huh. Janival, jó. Indítjuk az órát. Jó játékos, vagy Laci, annyit mondja így előtte? Próbálok, igyekszek. Az leszek. Jó. Tövés, ne legyél passzív, jó? Mert most még egyelőre annak tűnsz, de hogy majd a játék alatt ne legyél. Oké? Okay? Jó. Na figyelj. Okay. 3-2-1, és tessék! Szia, Jani. Szia. Szeretnél kérdezni? Parancsolj. Ez nagyon egyszerre ment. Te hogy állsz az autókkal? Sehogy. A jogosítvány megszerzése az csak egy ilyen távlati cél nálam. Neked régóta van? Jogosítványod. Hát szerintem egy ilyen 5 éve. 5 éve már? 5 éve már nyomom, igen. Mennyi idős? Hoppá! A kutya ember is előkerült. Ez nem jött össze. Hát ez nem. Ez bizony nem. De nagyon örülünk. Visszakérdezgettetek, dobáltátok, bizony, jó én volt. Már rosszat sejtettem az elején, mondom, ezt a srácot nem fogom tudni megfogni. Igen. Lacikám, hát ez nem ment. Ez nem, sajnos, de próbálkozok még, mert ez így nem maradhat. Igen, érzed, jó, hogy benned van a kraft, csak most nem jött elő. Igen. Duda az, vagy valami autó, műszer? Autó, nincsen bekötve a biztonsági jövő, saját magától megszólalt, mert áll az autó. Ó, öfteror van, igen, ismerem. Jó van, oké, hát nincs ajándékcsomag, köszi a játékot. Köszönöm szépen a lehetőséget. Köszi, ciao, hello. Hello. Szia. Gyerekek, hozzátok a kötelező elvárató győzelmeket. Egyszerűen visztek a hátatokon. Amikor játszotok, nyertek. Jött a srác, megcsinálta. Egy-egy, király vagy. Amikor én játszom, egyszerűen kikapok. Nem, ha tudtok annyit nyerni, amennyit én nem tudok veszíteni, akkor megvagytok. Ha több, kevesebbet nyertek, mint amennyit vesztek, akkor vége a hétnek. Ez ennyire egyszerű. Többet kell nyernetek, mint amennyit én vesztek, és megvagyunk. Így akkor egy-egy. Figyelj, gondolj arra, hogy Tiger Woods is nagyon-nagyon hosszú idő keresztül mélypontó volt, aztán most meg megint ott van. Szeretném ezt újra megélni. Hogy jó, mondjuk neki kellett egy-két félrelépés ahhoz, hogy nem tudom, hogy mennyire örülnének ennek otthon, de... Szeretném ezt újra megélni, hogy a csúcson lehessek, mert szörnyű itt a gödör alján, a pokolban, ez egy szörnyű érzés. 5 perc pontosan, 7 óra várunk friss közlekedési híreket, mi pedig jövünk a hírek után. 7 óra múlt pontosan, 9 perccel jó reggelt kívánunk minden drága Morning Show hallgatónak. Itt vagyunk, hello Jani! Sziasztok! Hello Feri! Milyen lett a kávé? Jót csináltál! Igaz? Hát itt tettél magadért. Felkőzöltem egy kis laktózmentes tejet, pici, rövid, de erős kávécska, van benne egy kis agavé, meg egy csipetnyi szeretet, ahogy kett vele. Egy nagyon jó kis risztretrót ütöttél itt nekem össze. Nagyon-nagyon jó. Nagyon. Kicsit nagyobb, mint a Bristretto, de jó. Ja, egy picit. Tényleg jó. Jó, nem szoktál ilyen jót csinálni. Most erre vagy odafigyeltél, vagy mázlid volt? Ja, megmondom, mi a titka a dolognak. De most tényleg. De most nagyon figyelj, mert ez lesz a titok, amit megmondok neked. Hogy te is bármikor meg tudd ezt csinálni. Magadnak, igen. Hideg géppel nem szabad csinálni, és ki kell ereszteni előtte egy-két adagot. Már mit?
Kávét? Kávét. Igen. Igen? Igen. Hál' Istennek felénk megteszik helyettem, mindig félreteszik. Mi leszőzzük magunkat, meg is isszunk. Így van, és amit ők így félretesznek, azt én megiszom. Miután felgőzöttem, de tényleg, hideg géppel nem lehet. Hideg géppel, hideg csővel, ahogy mondani szokták. Érted, ne menjen csatába az ember. Szóval felmelegíted a kávégépet. Ne árulj el kulisszatitkokat. A lényeg, hogy jót csináltál. Tényleg, komolyan mondom. Én vagyok a Klassz FM baristája. Az vagy. Egy vagyunk nagyon belül, de nem rossz az. Ez van. Mindegy. Hát ilyen van. A körülményekhez képest nem vagyok rossz. Egy kávéfőző kisiparos vagy. Egy hihetetlen. De tényleg. Most gondolkodtam rajta valamelyik nap, hogyha vállalkozást kellene nyitnom, akkor mi lenne az? És valószínűleg ez a, hát ha nem a költöztetés, meg az ablakmosás, ugye? Mind a kettőben jó vagy. Mert mind a kettő egész jó vagyok. Akkor, vagy ipari alpinizmus, akkor valami ilyen kis hamburgeres, de hogy lenne benne egy ilyen kis kávészekció is szerintem. A vegaburger és kávé. Így van. Ez a kettő. Anya tolná a hamburgereket, Virág tesztelne. Uh-huh. Már most lebeszélek az egészről. Hát figyelj! Egy ilyen kis lakókocsival, ne? Jönnétek, mennétek? Aha! Az jó. Leállnák itt. A sátrat. Jani házhoz menj. Hogy hívják? Megrendelném a kaját, de jönne vele a lakókocsi is. Szerintem tök jó lesz. Mert akkor ott ablakhoz beáll, már a te házad ablakához megcsinálja a burgert, és egyből melegen így van. Lakókocsi látványkonyhával. Uh-huh. Rendelek két hamburgert, egy kávét, meg egy mit tudom én, egy burritost, és te kijössz a lakókocsival, és ott megcsinálod, és én akarok, lemegyek, megnézem. Ha nem, akkor csak szólsz, ha kész, de tudom, hogy ott, abban a pillanatban készült frissen. Megvagyunk. Szerinted teljes eredben? Megvagyunk. Jókorán nyitnánk, szerintem olyan 5 óra körül, hatalmas csavaros kifli kínálattal, hogy a munkában menők is azért örüljenek. És be tudnál állni a gyárak kapujába is. Teljesen ugye, jó te lenne. Azt mondod, hogy reggeli kávé hamburger, és közben meg a csavaros kifliket adnád, ott koccanának az üvegek. Este 7-8-kor zárnánk. Aha. Hogy a második műszak is kapjon csavaros kiflit. Mónika vezetne. Így van, levágnám a kerékbilincset minden este, aztán mennénk. Igen, de ez egyébként jó ötlet. Nagyon-nagyon szép terv. Na, nézzük akkor, hogy mi a helyzet közlekedés fronton. Hány trafi van és hol zaklatják a lakosságot? Tessék, hallgatjuk, figyeljetek. Trafi a 41-es főút Nyíregyházi elkerülő után a körforgalom előtt Nyíregyháza irányába, a szürke Seat Kordobából Attila küldte nekünk, aztán van trafi Gyöngyösön is, a Karácsondi úton mosolyogni kellene, szép fotók készülnek az Adács felé haladókról az M3-as környékén 50 a megengedett, 41-es főút Nyíregyháza felé Seatból szintén bérnek üzeni Sesták, a Pongrác úton a troli garázsnál a Kerepesi út felé egy lerobbant troli akadályozza a forgalmat, ezt Oktató küldte nekünk. Várpalota felé a 8-ason szintén van egy trafi, Zirc belterületén szintén trafi, M0-as 56-os kilométer szintén trafi. Gyerekek, csak trafi tudok mondani. Szatymazi pihenőnél Pest felé szintén mérnek, ez az M5-ösön van, Péter küldte nekünk, és a 4-es úton Szolnok mellett a 95-ös Kavicsnál mérőakció van. Tehát szinte mindenhol trafi van, tényleg. Bari, nem hallottam a hírekben a játékot, mondd meg a választ, léci. Üdv, Macika. Várjál. Ránézek a monitoromra. Jó. Ha most vagy piros, vagy kék. Mert hogy jött piros is, meg jött kék igen. is. Vagy fekete, én fehér, inkább a kéket. Ez a léci jött ma reggel. Igen, inkább a kéket küldeném, mert pirosból is jött néhány, de ők vannak kevesebben, tehát gyanítom, hogy a kék a jó válasz. Ők a biztonsági játékosok, akik sejtik, hogy kék, de azért elküldték a pirosat. Igen? Ancsa itt, hogy piros, puszi Ancsa. De én a kéket küldeném. Bármi volt a kérdés, fogalmam nincs mi a kérdés, a kéket küldeném. Hát, jó? Vagy esetleg mindenki téved, és a nyuszika a megoldás. Mert látok itt nyuszikát is. Egyet. Az is jött. Az de is ez jött lehet, egy aláírás. Igen. De tehát az küldjétek, igen, mert az csak egy aláírás. Hétfő hajnal 3 óra, megyünk dolgozni, mondom a nejemnek, nézd ott a Mars a hold mellett. Nem látta, elmentünk 3 kilométert, megszólal. Most, hogy közelebb jöttünk, most már látom. Hát, de jó. Ja. Hát ez jó. Végül is. Igen. Hát, érted. Na most pici lépés is, az fontos. Igen, hát sok millió kilométerre van, de ez a 3 kilométer igen. is sokat számít egyébként. Ezek jók egyébként, én nagyon szeretem az ilyeneket. Annak idején, amikor Görögországba utaztunk, egy első nagy külföldi közös túrák volt a barátaim, akkor az egyik haverom ott állt az ablakban, tök sötét volt egyébként, és mondta valaki, hogy az ott az Olimpos. Jó, akkor lefotózom. És akkor, és ja, nem jó. Az nem jó, rárakom a vakut is. És fotózott egyet. Jaj, és a meggyőződése imádom. Volt, hogy ebben a pillanatban beterítette a hatalmas világossággal az egész. És nem nézte meg utána a képet? Hát de.
és nem segített. Hát és gyakorlatilag se pont ugyanannyi volt rajta, mint vaku nélkül. Imádom, de ő bízott ebben a dologban. Igen, ez egy jó gép, gondolta ő. És az is volt. És hájpolta is. És mennek egy kis automata gépekkel a turisztok, és ott áll 500 méterre a nem tudom bazilikától, és belevillant a nagy Pesti éjszakába, igen, ami a bazilikáig nem ér el. Igen. Nagyon jó. Ráadásul ugye, ha te vakuval fotózol, akkor a vaku az előtte látott bederíti, de a távolabbi terek azok még sötétebbek lesznek. Tehát, ennyi. Pont a lényeg veszik el. Igen, tehát hogy pont vaku nélkül kell bármilyen fura egyébként, és akkor lesz valamennyi látható. Nézd a térkő, de gyönyörű. Igen. Na, egy pár mondatot beszélj már erről a 95-ös buszon történt incidensről, mert több kérdésem is van, de majd ti, akik nálam sokkal többet BKV-ztok, kijavítotok engem, vagy helyre tesztek, mert én mindig csak kérdezek. De bár most van BKV-s tapasztalatom, mert metróztam, gyerekek, a 4-es metrót bejártam, fogaskerekűn utaztunk. Nálam vannak a maradék jegyek. Komolyan mondom, lassan annyit BKV-zom, hogy lekörözlek benneteket kis túlzással. Igen, szó. Kis túlzással. Tényleg az elmúlt egy-két hónapban többet ültem BKV-n, mint én ma. mint te az elmúlt egy órában. De kezdem bevenni a BKV-t. De nem, ha ez valóban így történt, amit ez az ember mond, aki egyébként nem akar szerepelni, szerettük volna mi is megszólaltatni, mert kíváncsiak voltunk a történetére, hogy mondja el, de nem akar média szereplővé válni, azt mondta. Nem jogos, ami vele történt. Ugye, ha valaki esetleg nem ismerné a történetet, annyi volt, hogy egy férfi felszállt a családjával, babakocsis túl, ráadásul, ugye, ami mindig egy érzékenyebb dolog, hiszen ott teszed, veszed, tolod, gyerek, fogod a kezét, bent van a babakocsiban, kint van, tehát nem egy egyszerű élethelyzet, ugye, aki utazik babakocsival, tudja. És a középső ajtón akartak ők felszállni. Felszálltak a középső ajtón, és a férfi előre ment, hogy próbáljon jegyet vásárolni. Uh-huh. Vagy próbáljon fizetni. És akkor ott már kitört a csetepati, hogy miért ilyen lassan szállnak fel, hogy szállnak fel, mi történik, a sofőr ott beszólogatott nekik, mire kiderült, hogy csak nagy pénz volt nála, és ezzel a nagy pénzzel szeretett volna fizetni. Uh-huh. Vagyis lehet, hogy 10 000-esre vagy 20 000-esre nem volt nála ugyanis apró, de szeretett volt volna jegyet vásárolni. Igen. De volt, és ez a lényeg. De volt, és ez a lényeg, ugye? A sofőr kiborult, hogy szálljanak le azonnal, nála nincs pénz, ő ezt nem tudja fölváltani, neki erre nincs ideje, de egyáltalán hagyják őt békén ezzel, ő nem tud visszaadni, mint amilyen 600 forint volt a két jegy, nem tud visszaadni 10 000-ből 9 000, mint amilyen 400-at. És leteremtette őket, és megpróbálta lezavarni őket a buszról, és ugye a babakocsi pedig menet közben még szét is esett. A férfi elmondása szerint a buszvezető pedig ugye beesett a babakocsi egy része a busz alá. A buszvezető meg pofátlanul a kereke, igen. Hát a kereke, ugye az nálunk a babakocsi pedig egészben jön ki. Tehát a kerék plusz kijön egy része a babakocsinak is, úgy az első ilyen felfüggesztés, vagy mi az, úgy ki tud esni egybe. Beesett a busz alá, leszálltak nagy nehezen, és a busz még át is ment, a 95-ös busz át is ment a babakocsi kerekén. És mi kerestük ezt az embert, elértük, egyébként beszéltünk vele, ahogy mondtam, ő nem akar nyilatkozni, de feljelentette a BKV vezetőjét a... Már buszvezető. A buszvezető, a BKV-nál, tehát hogy a buszvezető, igen. Na most ezt én több szempontot nem értek, mindig ugyanazok a kérdések merülnek föl egyébként. Egyrészt nyilván az ilyen embert azonnal ki kéne rúgni, szerintem, nem? Tehát aki így bánik az utassal, és ez valóban megtörtént, akkor neki ehhez semmiféle jogalapja nincs. Tehát itt nincs mentség. Tudomásom szerint eljárás indult. Uh-huh. Nagyon helyes. Hogy kivizsgálják, hogy mi történt egészen konkrétan. Egyrészt ez nagyon kötelességük, helyes. És másrészt meg szerintem, hogy a BKV vagy BKK presztízséből, így van, a BKK presztízsé szempontjából azért egyáltalán nem mindegy. Igen, hát most ne ítéljük meg az egész céget, ennek az egy sofőrnek a viselkedése alatt, de hogy amit ő csinált. Sőt, sokat normalizálódott a helyzet. Ő csinált, az elítélendő. A legfontosabb dolog ebben az, szerintem, tehát minden pontja megengedhetetlen, amit elmondtál. Az, hogy valakit elzavarsz 20 000-esel, az, hogy ordítasz, minden pont megengedhetetlen, de egy olyan pont van, amiből kinyílik a bicska a zsebedből, és legszívesebben oda mennél, és tetleges erőszakot alkalmaznál, hogy ezt egy babakocsis emberrel, családdal csinálta, mert aki már próbált életében babakocsival BKV-zni, annó mi sokat megcsináltuk, mentünk be a városba, a legnagyobb, tehát nem tudsz az első ajtó felszállni, ugyanis nem tud befordítani, igen, a babakocsit, tehát neked középen kell. Jó, igen, itt tök igazad van, igen. Középen kell felszállni. Így van. Mert elől nem tudsz. Mert van benne egy forduló. Igen, nem tudsz fölvinni a kocsit. De mondjuk én babakocsi nélkül vagyok, és mondjuk nekem nincs apró. Uh-huh. Akkor mi van? Total nonsense. Tehát akkor én ezt nem értem soha a BKK-nál meg a BKV-nál, hogy amikor mi fogaskereküztünk, én ezt elmeséltem nektek,
A fogaskerekű végállomásánál kettő jegyautomatából egy rossz volt. Old meg. A másik pedig nem fogadott el papírpénzt. Aha. Nem, hogy bankkártyát, mert azt mondom, oké, bankkártyát ne fogadjon el, sok helyen már más országokban bedugott, meg megveszed. Napi egy szakasz, egy tök mindegy. Nem fogadott el papírpénzt se, tehát ha nálad nincs egészen pontos a 350 forint, akkor te nem tudsz felszállni? Így. Vagy az 1000 forint, vagy az 500 forint, vagy a mit tudom én, a 2000 forint, vagy a 10000 forint, az nem pénz? Igen, hát 10-esből, 20-esból valószínűleg nem fognak tudni visszaadni. Az utas hibája az, hogy egyébként a buszvezető nem tud visszaadni? Hát nem az utas hibája. Ha nálam van 10000 forint, én akkor igénybe vehetem az utazást, ha megvehetem a sofőrnél a jegyet. Vagy ha egy olyan buszmegállóba állok, ahol egyébként se automata, se jegyvásárlási lehetőség, akkor engem soha többet senki nem fog onnan elvinni. Nem tudok jegyet venni. Tehát ez egy zsákutca. Ha a BKV nem biztosítja, vagy a BKK, hol vegyek jegyet? Na, hát ezt mondjátok. Én még nem láttam sehol olyan kitételt kifüggesztve bármilyen formában, hogy 5000 forintnál nagyobb címlettel kérjük, ne vásároljon jegyet, mert hogy nem fogunk tudni vissza. Tehát ilyen nincs. De totál nonsense, érted? Az automata nem fogadott el papírpénzt. Fogaskerekű végállomás a lenti rész, nézze meg mindenki. Nem tudsz bedobni papírpénzt. Én hát ez középkor. A régik biztos, hogy nem, a narancssárgák biztos, hogy nem fogadnak el. Talán az újak már itt a nagy csomópontoknál ott már van olyan. De a régiek azok nem fogadnak el, uh-huh. Sőt, még a 400-ból sem mindig ad vissza. Uh-huh. Tehát ha 200-as bedobsz, se kapsz vissza belőle, talán jegyet kapsz. Hogy nem tudsz, akkor nem tudsz felszállni. Tehát, hogy nincs biztosítva az, jelen esetben ez megint megmutatja azt, hogy az utas tudjon jegyet venni. Igen. Nem? Na most, amíg ez a rendszer nem épül ki teljesen, vagy minden megállóba tegyenek automatát, vagy tényleg a sofőr tudjon visszaadni, és legyen erre felkészülve, hát, vagy adjanak neki váltópénzt. Érted? Tehát, hogy és tudom, hogy vannak a blitzelők, meg mindenki valahogy megpróbálja elkerülni, rendben van, de most nem erről akarok beszélni. Tessék, mi most állunk egy buszmegállóba. Hárman. Uh-huh. Jó? Te is ott vagy egy buszmegállóba, én is ott vagyok. Sehol egy automata. Tehát mindenki nézze meg a zsebét. Kinél mennyi pénz van? Föl tudunk-e szállni a buszra úgy, hogy mondjuk van egy automata, és az mondjuk csak KP-t fogad el, de csak fémpénzt, nálam összes 100 forint van apróban. De nálad ott van, mondjuk nincs nálad bérlet, van nálad apró pénz? Föl tudnánk szállni a buszra, vagy föl tudnánk szállni a fogaskerekűre mondjuk a végállomásra? Az a baj, hogy én minden este készítek be. Jó, mondjuk, igen, hát veled nem szúrnak ki. 2:20-ig meg vagyok. Nálam van 100 forint. Akkor 3:20. De nálam van 1000-es. Igen, van nálam 5-50. Hát kend a hajadra. Mit akarsz a papírt? De gyerekek, nekem föl kell jutnom a Schwab-hegyre, hát, mert a gyerekem ott van óvodában. Mennyi, fussál föl. De fussak föl, de nálam van 1000 forint, akkor ne szálljak föl. Nálam jó, van a fogaskerekű azért... Az nagyon fontos. A fogaskerekű talán azért kivétel, mert ott tudsz venni a Kallertől is. De egyébként egy sima metróvonalon én nem tudok venni az ellenőrt. Metróban? Fönt. Fönt még ott, ha a kapuban elkapnak, ott tudok, de lent már nem tudok. Ott nem. Nem, de buszon tudsz, ha van nálad apró. Ha van nálam apró. Igen, de hát talán ezresig még jók. Én 2:40. Tehát mi ketten nem tudunk utazni. Ugye? Te... Mondjuk te mindenre fel vagy készülve. Nálam atom a bérlet, két tartalékjegy, mert hogy ezt elkértem tőled, meg apró is. A tartalékjegy nagyon fontos. Igen, és folyamatosan feltöltöttem a kezemet. De egyébként én például azt mondom, és ez nyilván nem követendő, meg ez nem jó a BKK-nak, meg valójában ez így nem egy hivatalos út, de hogyha például olyan eset van, hogy odaadod a 10000 forintosat, ráadásul babakocsival, vagy ráadásul gyerekkel, stb. És azt mondja, hogy nem tud visszaadni, akkor utazom, legyen már annyira, hogy azt mondja, hogy ezt nem tudom elfogadni. Nem tudok vissza. Ezt nem tudom elfogadni, mert akkor az már akkor egy szubjektív döntés, és ez viszont nem jó. Mert akkor ő babakocsi, de nincs benne a gyerek, babakocsiba megy egyébként konzervet víz, aha, de akkor most vele tegyenek, kivételt ne tegyenek senkivel. Tehát plusz, bánjon vele normálisan és emberségesen, de azért ne tegyen vele kivételt, mert akkor én holnap velem nem tett kivételt, de vele igen, akkor igen, azt támadhat. Tehát ez egy szubjektív dolog, ez nem jó. Ez nem jó. De képzeld el azt a szituációt, hogy te mi plusz sofőrként ezt megengeded, majd jön az ellenőr. Aki odalép apukához, aki ott áll a babakocsival, hol a jegye? Nekem nem kell jegyet vennem, mert azt mondta a sofőr, nem tud kézzel, de érted? Azért mondom, hogy szerintem ez így ebbe igazad van. Nézzük objektíven. A sofőrnél legyen váltópénz. Tehát erre készüljenek akkor föl. Hát most, és tényleg, mi a nagy pénz? Lehet, hogy nem is 20000-est adott, 10000-est adott. Lehet, hogy 5000-et adott. Na most, ha 2350 forintos szakaszért akarok megvenni, az még 700 forint. 5000-ért engem lehet, hogy elküldenek a fenébe, hogy menjek már fenébe, mert neki vissza kell adni mondjuk 4003-at. De könyörgöm, hát ha nálam 5000 forint van, akkor ne legyek már megalázva egyébként 30 persze, ember előtt. Hát és itt nem csak az, hogy leszállítanak, hanem az, hogy téged egyébként megaláznak, hogy a többi utas előtt veled ordibálnak, és nem azért, mert nincs jegyed, hanem mert nem tudtál visszakapni pénzt. Mert hát ő nem tudott visszaadni neked. Mert nem tudott visszaadni neked, egyébként leparancsol a buszról, tudod, ezek a kis királyságok. Király vagy. Igen, király vagy, te vagy a buszvezető, akkor te most lezavarhatod. Egyébként úgy, hogy ő nem lógott.
csak mondjuk, uram, bocsánat, véletlenül 1000-es vagy 5000-es volt nála, vagy mondjuk 2000, és a sofőr azt mondta, hogy nem tud visszaadni, akkor viszont tessék leszállni. Hát ez milyen világ? Hát ez hogy működik? Egy nagyon picit hadd álljak csak a sofőr oldalára. A bunkóságra nincs mentség, mert igen? Állítólag ő ordibált, és arra nincs mentség. De most a következő helyzet, a BKK kékbuszos, az ötbuszos, akármilyen buszos igen? sofőr vagy, reggel bemész a munkájára, átveszed a kulcsod, és a briefkódba lenni kéne körülbelül 80 ezer forintnyi aprónak, mert a te 8 órás műszakod alatt nem tudom mennyit vezetnek, most mondtam valamit, ha csak 10 ember jön oda 10 ezer forintossal, és, vagy 5 ezer forintossal, akkor már a másodiknak nem fogsz tudni visszaadni. Jó. Tehát a sofőrnek legyen egy ilyen, hogy hívek egy ilyen lecsoros ilyen kijelző, vagy ilyen információs tábla, hogy oda, hogy kifelé a megálló felé, hogy 5000-ig van apró. Igen. Ne, jó, de az sem megoldás, hogy mindenki 10000-re fizet. Sajnos milyen jó lenne mindenki 10000-re fizetni. Egyébként szerintem ez nem életszerű. A buszon bármi ki van írva, hogy a sofőrnél nincs váltópénz, vagy hogy te készítsd össze a pontos összeget? Tehát felhívják erre a figyelmet? Mert itt vannak olyan SMS-ek, amik ugye azt mondják, hogy néhány buszon ki van írva, hogy készíts elő a pontos összeget, mert a buszvezető nagy címletű pénz visszaadására nem kötelezhető. Tehát, hogy nem tud visszaadni, állítólagosan ez ki van írva. Az még korrekt, ha kiírták, nem mentesíti a csávót, aki most ezt az ügyet elkövette. De ha kiírják, akkor nem is tudsz nagyon reklamálni. Jó, de én nem azt mondom, hogy a buszvezető legyen postás, és legyen nála másfél millió forint százasokban. Tehát én nem ezt mondom, csak legyen biztosítva az, hogy tudja a kegyet venni. Tehát ez tényleg a saját bőrömön tapasztaltam, hogy ott álltam a fogaskerekű, mint a hülye. És azt gondoltam, hogy ha most már nincs 700 forint apróba, akkor most én nem tudok egyet venni. Aha. Érted? Tehát, nem jó a rendszer. Hát, tök igazad van, csak ebben a konkrét esetben viszont egy olyan csomagot kapott itt a kedves utas, a gyerekkel együtt, hogy így a sok dolog így összetevődött. Az, hogy nem tudott visszaadni, az, hogy tényleg ingerülten beszélt vele, az, hogy áthajtott a keréken. Mert ha szerintem az egészből egyébként nem lett volna igazából ügy, hogyha egyszerűen csak azt mondja, hogy ne haragudjanak, nem tudok visszaadni. Igen, viszont ha jön egy ellenőr, és ez tök jó volt, amit mondtál az előbb felé, hogyha jön egy ellenőr, akkor mit mondok majd neki, én engedtem meg maguknak, hogy ezenek ne haragudjanak, szálljanak igen. le. Lehetőség szerint, mink az ki van írva, hogy lehetőség szerint a pontos összeget. Sokan kirakják a pontos összeget, olyan precízek, mint te, tehát azért jön be közbe apró is. De az, hogy például a buszvezetők minden reggel bemennek, ott kapnak mondjuk 20000 forintot felváltva 500-asokba, azt a BKK BKV-nál valaki este leváltja, megkapja, hát azért ez a BKK érdeke is, hogy egyébként én tudjak fizetni. Hát ebből van nekik bevétel, ez egy közös együttműködés kéne, hogy legyen. Nem, hogy ők is biztosítják, én is arra törekszem, hogy nyilván ne 20000-essel fizessek, szerintem egyébként hónap végén azért kevesen fizetnek 20000-essel, úgyhogy vegyenek két szakasz egyet mondjuk 200 forintért, vagy legyen ott automata, vagy föl tudjam váltani, tehát hogy tehát ne minden az utason csattanjon, ha nincs jegyed, az utason csattan. Ha nem tudsz venni, akkor te vagy megbüntetve. Ha nincs automata, de elkap az ellenőr, te vagy megbüntetve. Ha nem tudod készpénzt elfogadni, vagy papírpénzt elfogadni az automata, csak apró pénzt, megint te vagy megbüntetve. Tehát 80% az utas, nekem ezzel egyébként az a bajom, és 20% a BKK, aki valamilyen utomódon neked azt biztosítja, hogy te tudjál jegyet venni. Érted? Hát akkor legyen, játszunk egára. Nem legyen az automata ott a megállóban, fogadjon el papírpénzt, legyen lehetőségem valamit csinálni. Taxiban nem? Például már lehet bankkártyával is fizetni. Egy ilyen terminált nem lehet betenni. Én megértem, hogy a bankkártyás fizetés azt Londonban se engedik. És elmondta ott Londonban élő ismerős, hogy miért, mert nagyon lassú. Aha. És ott áll 20 ember, mindenki bankkártya, PIN kód, tehát azt nem akarják bevezetni. Annál még az is jobb, ha megáll a sarkon, és várjon, felváltom. Megértem, jó, hogy milyen. Akkor ezt kilőttem. Mondom a következőt. Igen. Tudsz parkolni SMS-sel. Igen. Nem lehet jegyet venni. Egy ilyen applikáció nincs. Következő a helyzet. Jegy BKK. Így küldj el a következő SMS számra. Püty. És már ez egy másodperc a parkolás, igen? És föl tudod mutatni, hogy tessék, itt a dátum, itt az időpont, most vettem. Ugye a jegy is úgy van, hogy a kezelés után egy óráig érvényes. Így van. Az ilyen vonaljegy. Ennyi. Pont a ti fogaskerekű sofőrotok után beszéltünk erről, hogy egy ilyen applikáció igen. olyan szinten megkönnyíteni a dolgokat, hogy... És utána mi történik? Mondjuk látja a kódját a sofőr, ő csak elkéri a kód 7829 az applikáció kódját. Egy kiütés abban a pillanatban te jegyed megjelenik egy X, vagy hogy az ki lett lyukasztva. Kész. Applikáció üt egyet egy monitoron, az jó. És kész. Fejleszd le. Jó, és adjuk el. A BKK írjon egy közbeszerzés, nyerd meg, fejleszd le. És meg vagyunk. Figyelj, egyébként ez lenne a jövő.
Tehát megveszed, megveszed applikáción keresztül, a sofőr pedig beüti a te kódodat, 7824, ahogy beütött, elküldi a központba, és az visszajön a te telefonodra, hogy jegy felhasználva, mit tudom én, jegy lyukasztva, bármi, és egy kis virtuális jelen megjelenik, hogy ki van lyukasztva a jegyed. Vagy mondjuk föltölthető egyenleged van, azt mondod, hogy 5000 ér föltöltöd. Az például Londonban van, de szerintem az Magyarországon is lesz, erről beszéltünk, hogy föltölted állandóan a jegyedet, a bérletedet, és ugye minden egyes beszállásnál húznak le, elfogyott, akkor újra töltesz az egyenlegen, az egy jó rendszer. Tegnap Makitól elfejtettük megkérdezni, a bugyi vonal ugye a japán vendégünknél egy picit elvitte a szettet, de ott úgy működik a dolog, hogy telefonodon van egy csomó minden adat, fizetési lehetőség, mész be a metróba, és csak oda tartod a kis telcsidet, ami nálad van, a bejárati kapuhoz, és már mész is be. Ennyi. Nem gyenge. Ennyi. Nem? És egy csomó mindent tudsz vele így fizetni, és neked a hónap végén jön az egyenleg. Maga hatszó metrózott kedves Jokushima Rakatyutyi, jó napot kívánok. Mondjuk a Rakatyutyihez nagyon dobb. Ő szerintem legalább 8-at metrózik. Ja, jó. Hát, vagy ez, igen, Rakatyutyi sokkal többet utazik tömegközlekedésre. De egyébként van még egy egyszerű módja, hogyha mondjuk nem egy appről beszélünk, mert azért mindenkinek nincsen okostelefonja, de itt vannak például ezek a ilyen karitatív célfelállt pár száz forintok, amikor elküldesz valahova egy SMS-t. Nem lehet egy ilyen általános BKV számot, amire küldesz egy SMS-t, és levon 360 forintot, vagy annyit, amennyibe kerül egyébként, és kész. Pontos és dátum van. És jön vissza. Hát nyilván ennek az informatika hátterét ki kell építeni, utána a sofőr tudja, hogy akkor te ezt már felhasználtad, az a jegy, ne tudjál egy jegyel minden sofőrnek bemutatod, és egész nap utazol vele. Látja? Ezt egy éve vettem. 2012. Jó, nagyon sok hozzászólás, meg nagyon sok SMS-t pro és kontra írnak nekünk, buszvezetők is, utasok is sokan, úgyhogy jövünk mindjárt az SMS-ekkel, jó? Egy pici szünet, jönnek a hírek, aztán itt vagyunk mi is. Egy jó kis Red Hot Chili Peppers után itt vagyunk, 3:48 lesz, pontosan egy perc múlva. Hello mindenkinek! A 95-ös buszon történt dolgokról beszélgettünk, pro és kontra megosztja a hallgatóinkat a dolog. Nagyon sok buszsofőr írja, hogy hát ők pedig nem váltóautomata, náluk nincs pénz, gondoskodjon az utasáról, hogy ugye ha föl akar szállni, akkor neki kell előkészíteni a megfelelő összeget. Rengeteg SMS is jött. Prágában már több mint 5 éve megy az SMS-es jegyvásárlás. Az automata válasz SMS-t kell bemutatni az ellenőrnek. A jegy a válasz SMS beérkezésétől 1 óráig érvényes. Bármelyik tömegközlekedési eszközre remekül működik a rendszer. Most jöttem haza Svájcból, írja egy másik hallgató, ott van automata, van olyan kártya, amit fel lehet tölteni, van jegypénztár, és még a buszon is lehet jegyet venni. A jegypénztárnál olyan címlettel fizetsz, amivel akarsz, ahol jegypénztár nincs, ott váltó automata van, ennyi lehetőség közül meg lehet oldani. Aztán egy másik vélemény, a nagyon fejlett Amerikában pont annyi pénzt kell adnod, amennyibe a buszjegy kerül, mert nem ad vissza a sofőr, és az autópályán is pontos összeget kell bedobnod. Tehát ott szintén ez van, hogy nem ad vissza a sofőr. Oké, csak az egy megszokott rendszer, érted? Igen. Tehát ott nincs az, hogy ezresed. Vagy ez, vagy az. Hogy igen. 1 dollár 5 cent, akkor mindenki tudja, hogy 1 dollár 5 centet viszek fel. Az más, az egy tiszta dolog. Igen, az ki van mondva. Igen. A PayPass gyors és könnyű fizetés, 5000 forintig nincs PIN kód. Most már a legtöbb kártya egyébként tényleg alkalmas, ugye csak oda tartod, lehúzza, és már mehetsz, és ott már nincs nyomtatás, PIN kód, bizonylat. Igen, csak az ugyanolyan bankkártyás fizetés egyébként, tehát hogy ott az technikailag persze olcsóbb, de ez ugyanolyan bankkártyás fizetés, mint a lehúzás. Igen, csak sokkal gyorsabb. Csak 2 másodperc. 2 másodperc, míg te lehúzod, ott meg bizonylatot nyomtat, PIN kódot ütsz, várod, bankkal kapcsolat a PayPass, meg lehúzod, az 2 másodperc. Igen, de azt is tudjátok, hogyha például a taxiba ültök, akkor sokszor előfordul az, hogy ugye nincs bekapcsolva a berendezés, bekapcsolja, mire kapcsolatot teremt a terminállal, mire. Hát annak folyamat. Az egy lassú, ez az SMS megoldás lenne szerintem. Igen, meg kéne kérdezni a másik félt is, ha parkolsz, akkor is kell apró pénz, az automata sem fogad el nagy pénzt, írja nekünk egy hallgató. És itt van pont Feri, aki buszsofőr. Hello Feri, jó reggelt! Szervuszok, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat! Na, hát te buszsofőrként dolgozol Budapest, vagy... Budapest. Aha. Na, mi a véleményed, melyik oldalon vagy? Hogy gondoskodjon az utas arról, hogy legyen aprója, vagy jelen esetben kihibázott szerinted? Hát elsősorban nem feltétlen akarok állásfoglalni, a tényeket szeretném egy kicsit tisztázni. Azt mindenképpen elítélem, hogyha ez valóban így volt, ahogy ez elhangzott, akkor ezt hibáztatom a járművezetőt, tehát ezt hibát követett el az járművezető. Viszont az összes buszon most már közel 2 hónapja ki van téve az A5-ös matrica, ami nagybetűkkel fel van, vagy 450 forint a vonaljegy. Kérjük a pontos összeget előkészíteni, mert a járművezető nem tud visszaadni. És ez ki van írva magyarul, angolul. Tehát ebből a szempontból úgy gondolom, hogy ezt így kéne felszállni a buszra előkészíteni. Ezeken a járatokon megvan határozva persze pontosan a menetidő. Most már ugye ezek a futárnevezetű kijelzők is jelzik a busznak az érkezését, indulását, mindenét.
nincs arra idő, hogy ez a jegyárusítás ugyanúgy lehessen folytatni, mondjuk, mint a volánjáratoknál, ahol ki van alakítva egy pénztárgép, ki van alakítva egy olyan periféria, amiből lehet ezt kezelni. Szerintem ez egyébként nem megoldás, ez csak az utasra való áttolás, hogy majd oldja meg ő. De most én állok egy busz megállóba. Nekem jön a buszom, de nálam nincs apró, akkor én ne szálljak föl, akkor engem nem viszel, mert nálam egyébként 1000 forint van. Érted? És én értem, abszolút értem a problémát. A jegy az 350 forint. Azért találták ki annak idején ezt 450 forintra a buszon vásárláskor, hogy az embereket arra ösztönözzék, hogy ne a buszon vásároljak meg 450 forint jegyet, hanem próbálnak előre gondoskodni, hogyha utazni szeretnének, akkor legyen náluk jegy. Uh-huh. Ez egy lehetőség, hogy egyébként meg lehet. Na de én egy szolgáltatást veszek igénybe, tehát a szolgáltatás árát nem a vásárlónak kell, vagy a szolgáltatás kifizetését nem a vásárlónak kell megoldani. Tehát ha nekem van egy éttermem, te bejössz oda, akkor én megoldom, hogy te tudjál fizetni, hiszen te veszel igénybe egy szolgáltatást, nem? Abszolút egyetértek vele, teljes mértékben. Ez egy szolgáltatás, tehát az félig meddig már nem szolgáltatás, ha én kiszámolom a pontos összeget, leváltatom gyorsan egy büfébe, berohanok babakocsival a busz megállóba, és a pontos összeggel szállok föl, azért megyek, hogy szolgáltatást vessek igénybe. Más kérdés, hogy az korrekt a BKK-tól, hogy ez ki van írva. Tehát ez csak akkor mondják ki, hogy csak így vagy sehogy, az is egy egyértelmű dolog. De hát ez ki van mondva ezáltal? Ugye Matica ott van, ez ki van mondva ezáltal, hogy pontos összegé lehet csak felszállni. Hát igen, ennek az esetnek csak ez az egyik baja, ez a fizetési dolog, azért ott a másik baj az, ahogy ez az ember beszélt állítólag, és hogy átment a izén a babakocsinak a kerekén, tudod? Igen, Feri, abszolút igazad van, abszolút mértékben igazad van. Hát ezt is elmondom. Azon kiadva utasításba, főleg nevesítve volt a járat, tehát 95-ös járaton, ott úgynevezett első ajtós felszállása. Az azt jelenti, hogy első ajtónál kell felszállni, másik kettőnél leszállni. Most képzeljétek, próbáljátok egy kicsit beleképzelni magatokat abban, hogy ott ülsz a buszjelető fülkébe, az első ajtón özönlik fel az embertömeg, a hátsó ajtón pedig szállnak le. Oda jön hozzád egy ember, azt mondja, hogy kér tőled egy jegyet, közben te figyeld a tükröt, hogy hátul közben nem sunyog fel három másik, mert általában elő szokott fordulni. Tök jogos, ezt nem rajtatok akarjuk leverni, a rendszernek kellene felfejlődni a 21. századhoz, hogy az utasnak több lehetőség közül lehessen választania. A rendszer rossz, tehát ez a rendszer rossz. Rossz az a rendszer, amit egyszerre akarunk úgy ráerőltetni az emberekre, hogy nincsen feltétel, nincs megteremtve a feltétel a járművezetőnek, hogy megfelelőképpen tudjon állni jegyet. Nincs rá neki idő biztosítva. Nincs az utasnak idő biztosítva arra, hogy apróval fizessen. Egyébként nem vagyunk ilyen szörös szívek, tehát nem 450 forint a jegy, eleve egy olyan címlet, amit csak apróba tudsz odaadni. Általában mindenki 500 forinttal jön. Tehát azért egy marék 50 forintos mindig van az embereknél, hogy tudjanak visszaadni. Tehát nem ez a tendencia, hogy ez így működik. Az, hogy most ráment a babakocsi kerekére, vagy sem, ezt én nem tudom nem megítélni. Az helyre tettük, tehát az nyilván nem egy normális viselkedés. Tudott-e róla egyáltalán, hogy ott volt, vagy nem tudott róla, ezt sem lehet tudni. Minden esetre azt a viselkedés, mindenképpen elítélem, amit ugye felfestettetek az elmondás alapján. Itt az a kérdés, csak és kizárólag annyi a kérdés, hogy meddig kell várni az SMS fizetésre, és meddig kell várni egy ilyen se a buszsofőr, se az utas nem tehet erről. Igen, igen, ezek már nem ti vagytok. Ezt, mint buszvezető, nem tudom neked megmondani, hogy a BKK-nak a hatáskörül lenne. Ez tudomásom szerint tervben van véve, hogy lehessen úgy fizetni, hogy útdíjarányosan is, de most ezt addig nem kéne úgy gondolom erőltetni. Igen, Feri, köszi. Ezek csak konfliktus helyzetek alakulnak ki. Köszönjük szépen, ciao. Köszönöm szépen. Hello, ciao. Igen, jó, hát megszólaltatunk mindenkit, akit meg lehetett ez ügyben. De tényleg ki van a buszon? Te vagy a nagybuszos, Anna bólogat, de az nem buszozol, vagy nem láttad? Hogy én nem láttam kiírva, nyilván úgy van, ahogy ő állítja, de hát én felkészülten megyek neki az utazásnak, bocsánat. Mai hát, feladatod ez lesz, hogy nem olvasgatom a feliratokat, hát ott van a havi bérletem. Jó, mondjuk neked havi bérlet, szakaszjegy, tartalékjegy, apró, tartalékapró, 500-as felváltva 50-esre, 1000-es felváltva 500-asra, tehát hogy és a tartalék 500-as, meg a tartalék 5000-es, nem? És három svájci bicska, és négy tartalék éves bérlet. Hadd kérdezzem meg, hogy azért, mert én fel vagyok készülve az utazásra, az én kispolgár vagyok? Szerintem... Nem vagy tehát, kispolgár, csak te extra módon vagy felkészülve. Minden nap utazom a BKV-val, nem vagy a BKK-val, ennek megfelelően
van nálam bérlet is, meg adott esetben tartalékjegy is. Most például azt találtam ki, képzeljétek el, hogy ha esetleg otthon hagynám a pénztárcámat, a tatyomba rakom be a tartalékjegyeket, mert ha otthon marad a pénztárcám, akkor se legyen probléma. Na, ez, nekem ez túlzás. Ugye? Én meg csak utazni akarok egyszerűen. Én csak utazni akarok. Viszont én el fogok jutni A-ból B-be. Te meg ott állsz busz megállóban az 5000 esetben. Igen, és nem viszel senki. Óven bácsival és Beru nénivel játszunk már is. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mit dúdolnak a bucka lakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni. A párafarm csalogányai. Halló, jó reggel! Halló, jó reggel! Laci vagyok. Hello, Laci! Honnan hívsz minket, Laci? Hú, kérlek szépen, én napkori vagyok, de most éppen az M6-oson haladok Pécs irányába, mennyire egy házáról bútort szállítok. Egy M6-os használó, ünnepeljük! Ritkán van ilyen, igen, ritkán van ilyen. Mutatjuk, mit csinál Óven bácsi, Beru néni, figyelj! Egy kis zajra, még egy kis zaj. Igen. Utaznak. Mutatjuk, mit énekelnek, figyelj! Na-n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 a! Fú! Szerintem is. Húha! Mutassuk még egyszer? Igen, megköszönném. Figyelj! Na-na-na-na-na-na-na-na-na! Külföldi vagy magyar? Hát én annyit segítek, neked nem szoktunk, de külföldi. Külföldi. De nagyon nehéz. Külföldi. Igen. Egyenlőre fogalmam sincs, lehet egy hosszabb. Hogyne, kivettük a bögrét, figyelj! Na 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 na. Napokig énekelhetné nekem. Hát ez... Szerintem akkor sem fogom tudni, hogy egy kirekház a biztat. Nem, nagyon nehéz. Ezt meg megmutatjuk, hogy mi lett volna. Figyelj, ez szerintem nem fog menni. Hallgass meg? Ez lett volna. Oh. Sem. Egy jó sem. Hát ez biztosan. Igen. Hát én nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Szépen. Laci, ez nem volt könnyű, vigasztaljon a tudat, hogy ez nehéz volt. Jó, rendben, köszönöm szépen. Mennyire nem vigasztalna engem. Laci, köszi a játékot, ciao. Hello. Hello, hello, hello. Hát ez nem volt egy egyszerű. Nem. Nulog, igen. 6 perc van pontosan, 8 óra, jönnek a hírek után itt vagyunk mi is. 8 óra múlt 10 perccel, hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk, drága Morning Show hallgatók, itt vagyunk, most még egy kicsit hideg van. Ez a tipikus április időjárás, ugye, ha nem süt a nap, fázol, ha kisüt a nap, meleged van, nem tudod, hogy öltöz föl, mert tényleg zavaros az időjárás, most süt a nap, ott jó idő van, de közben szelet mondanak, esőt, 20 fokot, 15-öt, 8-at, teljesen össze vagyunk zavarodva. Ónos esőt. Azt ígérték már hétvégére is, meg tegnap estére. Ónos 100 kilométeres szelet mondta. Aha. Hol? Nálunk nagyon nagy szél. Nagyon nálatok? Nagy nálunk sem. Nálunk se. Jó, de Lőrinc az egy ilyen, meg valami laktok ott. Falakkal vagyunk körbe. Ti nem, tényleg valami alagútban laktok, nálatok soha nincs hó, soha nem fúj az eső, soha nem történik semmi. Ha nálunk dörög, villámlik, nálatok nincs semmi, és a kertben naposztok. Ti valami fekete lyukban laktok. Nem tudom, hogy miért, de tényleg tegnap nálunk semmi nem volt. Egy csepp eső sem, miközben az ország különböző pontjára meg azt lehetett hallani, hogy még jég is esett. Nálunk itt nagyon-nagyon nagy eső volt délután. Ti olyanok vagytok, mint a Fuji teteje, egy külön ökoszisztémátok van. Tehát teljesen más rendszerben működik. A 13. kerület meg Lőrinc egy teljesen igen, más. Igen. Trappolnak a brontók. Igen, néha velociraptorok tűnnek fel az interspárok mellett. Brachiosaurusok zaklatják a gyerekeket a lőrinci játszótereken. Tehát itt tényleg más világ vagytok. Mit akartam mondani? Igen, jaj, le kell cseréljenem a nyári gumit. Még azt nem, mert az kicsit korai lenne, a téli gumi. Téli gumim van még. A Vikinek még téli gumija van, igen. Felelőtlen. Hát, ez van. Hát, de miért? Érted, váltás autó, hát, ha jön valami, egy új jégkorszak, érted, hát, akkor felkészülve érj őket. Most leesik a májusi hó, a Viki lesz a legboldogabb. Igen. Hát, mindenki csúszkálni fog, érted? Nem, te elfelejtem, és most jutott eszembe ebben a pillanatban, elfelejtettem. Na, nézzük a közlekedési híreket, hogy állunk az utakon, mi a helyzet. A Szilágyi Erzsébet Fasoron, a Szélkálmán tér felé torlódás van kialakulóban. István küldte nekünk. A tömegközlekedésiek vitézkednek. De szép. Tegnap Pécstől Pestig mentem az M6-oson, annyira kihalt volt, hogy battáig aludtam egyet. Geri küldte nekünk. Gödöllő H8-as hév, gázolás Mátyásföldön Pest felé, úgyhogy aki ott áll a megállóban vagy azon túl, ne várja a hévet egyelőre. Reni küldte nekünk. Baleset a Lágymenyesi hídon Budáról Pestre.
Trafi van a 44-es főút, Nyíregyházi elkerülő út körforgalom előtti részén, Nyíregyháza irányában Szürkeszeát Kordobából, ezt Attila küldte nekünk. Gyöngyösen a Karácsondi úton szintén van egy trafi, kellene mosolyogni, és Várpalota felé a 8-ason Veszprém után szintén mérnek. Úgyhogy ott is mindenki menjen lassan. A megoldás pedig nem tudom. Műszi. Többen várják tőlem, de most nem tudok segíteni, mert többféle megoldás jön, úgyhogy ezt most rátok bízom. Most nem segítek. Vagy ez, vagy az. Nem sokára visszatérkezik Kassa Tibi, energiaitallal öblögetve, és erről jutott eszembe, hogy... Hátulról hát eszembe. Ne. Hát, Tibiről sok minden eszembe jut, de hogy... Erről eszembe, hátulról teszem. Hát, ha ma nem hagyja otthon a segít, akkor talán ez jutna az eszembe róla, de szerintem. Ma is ott hagyja. 248.129-en lájkolták eddig a Facebook oldalunkat, ennek mi nagyon örülünk, annál is inkább, mert rengeteg olyan kis kellemes tartalom van rajta, ami máshol nem található meg. Most például feltettünk egy olyan életképet, ami hármunkat ábrázol bent a stúdióban, illetve a stúdión kívül az előtérben, feszes munka közben. Főleg te feszülsz. Igen, úgyhogy érdemes minket a Facebookon is lájkolni. Na, hallottátok ezt az ovis történetet? Olyan aranyos, akarok róla két mondatot beszélni, hogy egy aranyat talált egy budapesti óvodás gyerekek. Hát ez annyira cuki ez a történet, hogy emellett nem lehet elmenni szó nélkül, pláne azért, mert az ember gyermekét, legalábbis mi a Benit, általában hasonfekve találjuk meg az óvoda közepén, a kis barátjával, Bencével, Somával és a többiekkel, ahogy egyébként nyakig földbe ásva gilisztákat mentenek át az egyik gödörből a másikba, a giliszták 80%-ban nem élik túl ezt a beavatkozást. És ők nem is akarnak költözni. Sehova nem akarnak költözni, viszont hosszú és lassú haláluk van, ahogy Beni és kis barátai kezébe jut. De hogy a gyerek óvodában ugye aranyat talált, hát ez felcsillan minden szülő szeme, hogy miért nem az ő gyereke. Ugye a kisgyerek kint volt egy budai óvoda udvarán, ahol 300 gram aranyat talált. Óriási. Az intézmény azonnal értesítette a rendőrséget, és hát a kisgyerek szólt, hogy ő kincset talált, állítólag. És leadta. Igen. És leadta a gyerek. Na most, ugye ő nagyon becsületes gyerek volt, mert állítólag oda ment az óvónénihez, és azt mondta, hogy óvónéni, kincset találtam. Uh-huh. Az óvónéni is nagyon becsületes volt, mert itt már kettőből kettő tehette volna el, ugye? Ha a gyerek nem kap rendes nevelést, azonnal elteszi. Illetve az óvónéni is nagyon becsületes volt, mert hogy ő is ugye továbbadta, és szóltak a rendőrségnek, ahol egyébként nem hozták nyilvánosságra, hogy melyik intézményről van szó, csak hát... Hogy megjelenjenek a kincskeresők. Illetve a kincsvadászok. Fénydetektorral tudod rögtön ott az udvarban. De azért rövid nadrágban. Második kerületi nevelési és oktatási intézményben találta a gyermek az intézmény udvarán, mondom hol, a kerítés melletti területen egy koszos dobozban 10 darab 10 gram súlyú és 2 darab 100 gram súlyú aranyszín lemezt. Tájékoztatta a bulvár újságot a budapesti rendőrfőkapitányság. És amiről aztán később kiderült, hogy nem csak aranyszínű, hanem valójában arany. 30 deka arany? Gyerek. Nagyon sok. Hát mennyi most a gramja arany? Hát az olyan 5 rugó körül van. 5 rugó. Ferencem? 5 ezer egy gyors fejszámolás. Igen. 10 gram. Igen. 50 ezer, 100 gram. 500 ezer, ez másfél millió másfél forint. Másfél millió. Jó, számoltam? Te voltál. Valamivel talán kevesebb, mostanában nem nézem. Jó, de mondjuk azt, hogy 5000 körül van, akkor az másfél millió. Hát gyerek, hogy kerül ma, az oda? Nem rossz. Ma elbeszélgetek a Benivel este, és megmondom neki, bármit találsz. Bármit találsz ásás közben, azonnal a zsebedbe. Sehova nem visszük, nem szólunk. De fel is szereled majd szerszámokkal? Tehát, detektorral. Hogy úgy fog oda menni, mintha a Klondike mellé menne egyébként. A gyerek majd lesz aranymosót áll a hátán, meg egy ásó, egy csákás, azonnal. Némi élelem, egy kényszersült. Szita. Figyelj, mi nem lakunk messze a második kerülettől. Na. Hát mi van, ha ez? Mi van, ha ez egy tendencia? Hogy így bedobálnak óvoda udvarokkal. Második kerület, 11. kerület, Török Bálint, Budaörs, mit tudom én. Ha ott ez így a budai részen, ez egyfajta tendencia. Na várj, nézzük meg, hogy kerül oda? Tehát ugye itt nem arról van szó szerintem, hogy ez valami évszázados régészeti lelet nyilván, ugye? Tehát arról van szó, hogy valaki bemászott egy óvodába, és elrejtette az aranyat? Tehát ez egy lopott arany, csak bújtatják. Vagy valamelyik szülő azt mondta, hogy hát ha vagyonosodásim van, engem nem találtok meg, megbízta a gyerekét, és azt mondta, ásd el apának, az óvoda kertjébe. Mert ott úgyse találják meg. Mi van, egy szülő ásatta el egy gyerekkel? Hát, vagy mi van, ha ez egy magánóvoda, és korábban ez a telek egy magánszemélyé volt.
És akkor övé az arany. És korábban ásta már el, utána megvették ezt a telket, építettek rá egy ódát, na, akkor mi van? És mi van akkor, ha te egyébként kintről végignézed, mert a tiéd ahogy az arany, ahogy a gyerek elkezdi kiásni. Bacika, bacika, a másik oldalról. Bacika, menj a tárcsára figyelni, és a bűntársad ott van melletted. Hogy van? Dezső! Gyere már itt a rohadt kölyök postásra ki az arany. Tehát te az óvoda mellett laksz. Nem akarsz magadnál aranyat tárolni, mert másfél uh-huh. millió forint arany eredetét nem tudod megmagyarázni. Bemászol éjszaka az óvodába, elrejted az aranyat, uh-huh. és mit csinálsz? A saját kertedből, a saját erkélyedről figyeled, uh-huh. ahogy egyébként ugye ők ássák, vagy hogy mozognak a kertbe. És egyszer csak észreveszed, hogy a kis rakoncátlan málészájú Dezső, a kis ortúrós, kis fikaevős, kis barátjával, Petivel. Ha valaki ráismert a Peti nevű gyermekére, attól elnéz. Nagyon szemtelen, felvágott nyelvű kis Marcikával. Igen. Elmennek gilisztát vadászni. És azt látod, hogy ez a három szemtelen gyerek elkezdi kiásni. És most te aranyod a kis pukigyáros Andriska. Igen, és ott van a kis nagyon sokat fingó Andriska, aki egyébként nagyon szemtelenül beszél az óvónénivel, és nagyon meg kéne már pofozni. Látod, ahogy ez a három szemtelen gyerek elkezdi kiásni a te aranyadat? Hogy kerül az odada? Most komolyan kérdezem. Mit csinál egy óvoda kertjében 300 g tört arany? Ami nem régészeti lelet, tehát azt valaki ott elásta. Bizony. És tudjuk-e biztosan, hogy nincs még 5 ilyen elásva az óvoda területén? Na jó, most biztos lehet, hát hogy irány, már nem irány az óvoda. Abba biztos lehet, hogy a gyerekeket már nem engedik oda. Így van. Szerintem a fűtőbácsi már felásta ott körbe. Na most kerítés mellett. Ugye, ha te a földben találsz valamit, igen. az elvileg a magyar állami. Így van, akkor ugye? Is az én telkemem van. Tehát nekem van, hogy vettem egy telket igen. valahol, igen. Ás, az az állami. Miköze? Hello. Sajnos ez így van, nem hello. Úgy, mint Amerikában. Ott a te földeden, amit megtalálsz, az a tiéd. De a magyar állam, ugye a magyar törvények szerint, amit a földben találsz, az, tehát ezt nem termelheted ki az állam engedélye aha. nélkül. Kivéve az a magyar állami. De az, aki állítólag Németországban dolgozik hosszú ideje már. Na most várjál viszont, ugye a találás viszont igen. az elmondja, hogyha te egy éven keresztül mindent megtettél, akkor mm-hmm. egy éven belül az a kicsi az az arany? Vagy most ki az az arany? Miért nem adják oda a kicsinek? Most jobb, mint egy rendőrségi leltár gyarapít egyébként. Mit csinál vele? Egy 5 évesnek lehet tulajdona? Előtakarékossági? De lehet egy 5 évesnek tulajdona? Lehet? Egy 4 éves gyereknek? Más hát félreteszik neki. Hát miért, amikor, hogy ilyen ki, szilveszterkor születik valaki, vagy az év első gyermeke, az is kap mindig valamennyit. Érted? Jó, de 18 éves koráig azt a szülei kezelik. Igen, majd én kezelem neki. Majd én vigyázok rá. Miért nem adják oda a kicsinek? Ha a kicsi ekkora kincskereső, és nem jelentkezik érte senki, akkor ez a kicsit megilleti. Mert nem inkább adják neki az aranyat. Magyarokrémes kiflére van rágyógyulva, szerintem még nem annyira tört aranyra. Hát de csak tudja, hogy mi az értéke, nem? Hogy ez a nyilván tudja, mely beüti otthon az interneten tört nem, arany, de azt mondja, fektetési arany. Igen, klapkát fölhívja, megkérdezi, mennyibe kerül. Nem. Gyerekek, itt az óvónő is nagyon becsületes volt. Igen. Én elintéztem volna egy savanyú cukorra. Azt mondom, Petike, Petike, büdös kölök, gyere csak ide. Na, mi van ott? Na, mi az Petike, ő is kell zsebédet. Kincset találtam, olyan, mint a trüffel, szagol meg. Add csak ide gyorsan. Óvó néni elrakja. Uh-huh. Hát, senki meg nem találja. Na, óvó néni zsebében. Finom főzelékből még egy adag. Igen. Szépen kicsempészi az aranyat. Egy kis csoportost milyen könnyű lehazugozni, nem? Hazudik. Apa, aranyat találtam, találtál te nagy frász, na befogod a szádatot, mész aludni. Apa, az óvónéni elvette az aranyat. De most komolyan tényleg, hogy kerül az oda? De én egyébként ennek örülök. Én megmondom őszintén, hogy ezt példaértékű dolognak tartom, és ebből látszik, hogy azért nagyon sok szülő nagyon-nagyon szisztematikusan, nagyon racionálisan és nagyon becsületesen neveli az ő gyermek. Ez nekem nagyon szimpatikus. Mert érted, hogy ha most mondjuk ez a gyerek nem adta volna ezt a kincset, aztán érted, mi lett volna később? Azt jaj, ne gyere már ezzel, Janikó, olyan, hogy a virág, majd a becsületesség, és te milyen büszke vagy rá, de hogy így. Jaj, hagyjál már otthon ezzel, micsoda. Otthon sírnál, másféle papa. Petikém, Benikém, nagyon ügyes, hogy papának ide gyorsan, zsebecskébe, belecskébe, így van, itt egy kis kinder tojásocska, na játszál szobárba szépen, papi intézi az aranyat, minden nap kiüríted a zsebeidet. Ennyi. Aztán hozott haza szépen. És megdicséred a gyereket, hogy becsületes volt veled. Tehát neked nem hazudott, érted? Igen. Nagyon ügyes van, hazahoztad, igen. ügyes vagy fiam. Még átnézem a zsebét, nem tette 3 grammot, ugye? A gyerek nagy játékos, azért ki tudja, lecsippentett a kis hozományból egy keveset, azt mondta, az jobb lesz ínséges időkre. Azonnal átnézzük a zsebeit, mert becsületesség, hát a papának gyorsan oda. Az ilyenek miatt, mint ti, kellett visszavennünk a szeúzó kincseket. Egy és se kerültek volna az országba. De most mi a... Jó. Tessék. Most óvó néni azt mondta, hogy
jelentettem a rendőrségnél. Most mi lesz az arany? A rendőrség elvitte, bevizsgáltatták, igazi arany, nagyon szuper. Most mi van vele? A becsületes megtalálónak jár a rendőrség most egy évig altatja, vagy keresgéli a gazdáját, ha egy évig nincs meg, ugye akkor... Elvileg a találás az azt mondja, igen, most, hogy földben találtad, azt nem tudom, hogy visszaszáll a magyar államra, de azt hiszem a PTK szerint a találás jogköre az az, hogy egy éven keresztül neked mindent meg kell tenned, hogy meglegyen a valódi tulajdonos. Ha megtettél mindent, és nem, akkor a tulajdonjog az átszár rád. Mert hogy te találtad. De arra csak bizonyos időintervallum után tarthatsz jogot, tehát nem lesz azonnal a tiéd. De ez csak legalábbis földre, én még így tanultam. Ez nem... csak a földre vonatkozik? Tehát, hogyha például a Faudúban találod? nem a földre. Mit tudom, hogy találsz egy esernyőt, találsz valahol, akkor annak bizonyos idő után a tulajdonjoga átszállhat rá, de neked mint találónak mindent el kell követned, hogy az meglegyen. Egy év. Azt hiszem most egy év, nem tudom, hát már régen volt. Egy évig azért viszonylag nehéz úgy keresgélni. Hogy tudod, hello. Mit mondott, arany? Nem jelentkezett senki. De figyelj, ezek az aranylapok egyébként nyilván vannak tartva? Van benne ebből valami szám, bele van írva valami? Tehát ez nem feltétlenül. Nem feltétlenül. Tehát én most befektetési szándéka veszek aranyat, akkor én kapok három rögöt, aztán kész. Tehát annak nincs egy kódja, egy törzsszáma. De a befektetési aranynak már van. A tört aranynak nem feltétlenül. De lapok voltak, akkor ez nem tört arany. Nem biztos, de lehet, hogy valamiből törték. Igen, tehát hogy lehet, hogy ez egy nagyobb lap volt, és aztán abból csináltak kisebb lapokat. Azon gondolkozunk el, hogy ebben az óvodában egyébként hány szülő mondhatta azt a gyerekének, hogy Petike, holnap mennyi ássák kicsit. Tehát én azért másnap néztem volna meg az óvoda kertjét, és azt látod, hogy 30 gyerek térdel, tudod, és az apai utasítása nyakig földesen. Most érted? Andriska, fú, már megint te voltál. Nyissátok ki az ablakot, iszonyú büdös a gyerek. Gyere csak ide egy pillanatra. Na, figyelj, mit akarsz játszani holnap? Hát szerintem fogocskázunk labdát. De ez nem ástok. Ástok, igen. Érted, a mi gyerekeink egy óvodába járnak. Megtudom, hogy a te gyereked aranyat találtak ebbe. Nehogy már mi gyerekeinket másnap... Te holnap gyémántot fogsz találni! Kimész a kertbe... Adok a zsebedbe, szórd el, aztán vedd föl! Kimész a kertbe 10 órakor, amíg a többiek libikókáznak, lefölhintáznak, nem tudom, mérlekhintáznak. Mit csinálsz? Ásol! Fogocskázol! Ásol! Ásol biztosítok a gyereknek. De gyerekek, azért az óvónő is korrekt. Nem? Nagyon rendes, teljesen. Nagyon. Már csak azért felé. Is, mert megnéztem. Na, nyilatkozott egyébként? 1000 grammos aranyrúd, az közel 10 millió forint, tehát a 300 gram, az 3 millió. Hoppáljunk meg! Hogy számoltunk mi más felett? Azért, mert nem tudtuk az aranyárát. 5000-et mondtuk, de az aranyára most egy... Én persze, csak én gramra mondtam. De jó, grammot de számoltunk, igen, csak rossz grammot számoltunk. Az árának, igen. Tehát már nem 5000, hanem 10000 grammja. Itt igen? Aha. Telefont a klapka? Aha. Igen, telefont. Akkor gazdag vagyok. Nos, mi van akkor, ha a kertész rakta oda? Vagy mi van akkor, ha a gondnok rakta oda? Nincs egy gondnoknak 3 millió arany. Az nem reális. Kertésznek. Hogy a francba kerül egy óvodába 3 millió forintnyi arany? Hogy? Na. És mikor rakták oda? Ha? Az nem látszik a dobozon? Nagyon használ, hogy ez 10 éve került hát oda? Hát bizony. Vagy bizony. Tavaly? Vagy és egyébként most nem azért kérdezem, biztos, hogy előkerült mind? Láttatok nyilatkozni az óvonénit? A fülében hatalmas fuchs. Nyilatkozott az óvonén, majd elment egy éves betegszabadságra. Igen, majd elment és learanyoztatta a testét. Füstaranya. Ja, gyerekek, én drukkolok, hogy odaadják ennek a gyereknek. Komolyan. Egyébként ilyenkor a rendőrségnek joga van feltúrni az egész ovit? Vagy ilyenkor mi történik? Tehát találsz egy kicsi aranyat, ami azért sokba kerül. Mondjuk 3-4 millió forint. Tehát ilyenkor szerintem megnézik az egész óvodát, nem? Föltúrják. Vagy bennmarad az esti műszakos óvónői gárda, akik gyorsan még egy kicsit körbenéznek? Jó kérdés. Tehát, hogy nem, én nem hiszem, hogy kialakul itt majd egy a második előtti aranyláz, amiről aztán majd pár száz év múlva majd úgy írnak, mint a legnagyobb őrület a Magyarország történetében. Tehát, hogy biztos nem lesz ilyen, mint Alaszkában. Erről nem fognak Jack London-szerű könyvek szólni. Így, hogy elindultak kertészgatyás emberek ásóval a második kerületben, mert egy aranyláz történt ki az óvodában. Igen. Mondjuk én egy picit azért csalódott lennék ettől függetlenül, hogyha mondjuk a gyerek úgy jött volna az az óvodába, hogy már találtam aranyat, persze először nem hiszem el, oké, de aztán kiderül, hogy tényleg, és hogy leadta. Na, mert most érted, azért a házi, a vízébe kosztpénzbe azért jól jött volna. Na, most mi van a becsületességgel? Na, most ebben hamar kiátrált, de az előbb még olyan büszke lennék, meg persze, hogy leadatnám meg, persze most meg már beraknád a kosztpénzt. Azért, mert rosszul tudtam az árakat. Hát ezért mondom. Most néztem meg, ugyan, hogy tényleg egy befektetési arany több 1000 grammos, 9 millió fölött. Oké, most tök komolyan mindenki gondoljon bele egy pillanatra, de ne humorizáljon. Igen. Tényleg.
gyerek hazajön a zsebében az óvodai ásás után egy Rolex órával. Aha. Most csak tételezzük föl, 9 millió forint az arany, 8 millió Rolex Daytonát megveszel másfél millió forint. És azt mondja, apa, ezt a kertben találtam ásás közben. Megnézed Rolex Daytona, megnézed milyen kiadás. Ér az óra 2 millió forintot. Megkérdezed, hol találta? Azt mondta, a mászók alatt ásott egy félméteres gödröt, benne volt egy Rolex. Tessék. De a tök őszintén nem azt, amit most a tömeg akar hallani, meg nem azt, amit tőle jobb színbe tűnök föl, vagy most nekem ez jót tesz. Hazahoz egy Rolexet. De nem is kell, hogy Rolex legyen. Hazahoz egy csomag aranyat, és így leteszi elét, hogy apa, ezt a kertben találtam. Kiszámolod, és rájössz, hogy 2,5 millió forintot hozott haza a gyerek. 2,5 millió. Mit csinálsz? Ott ültök így csak anyával, a zacskó az asztal közepén. Találtárgyakosztály. Zacskó, ültök és így nézitek. Aha. Anya hozza a kis mérleget, amin egyébként a túrótortában leméri a lisztet. Gyorsan ráteszi az aranyat, te nyelsz egyet, van egy kalkuláltat, beütött, és az ott 3 millió forint. Koszos a zacskó, látszik, hogy a gyerek kiest, a gyerek nem hazudik. Aha. Tehát nem berát, nem azt mondja, hogy lopta. Az, apa a mászók alatt volt. Hát ott van 3 millió forint az asztalon, mit csinálsz? A kérdés az, hogy Feri, és mi mit csinálnánk vele, mert te tegnap elmondtad, hogy te nem vennél Rolexet, te valószínűleg visszavigyelni. Rolexet nem, akkor más típusú órát vennél. Rengeteg sütemény. 3 millió forint ott van az asztalon. Most mondanám azt, őszintén, hogy mint becsület, és megtalálod visszaviszed, de mi már találtunk így órát. És jó pár évvel ezelőtt egy Longines-t, ami szintén egy egész jó kis márka. Az ilyen 2-300 ezer forintos óra. És nem nagyon kotortunk azért, hogy... Jézusom, te loptál egy Longines-t! Nem ilyen egyszerű, valahol találsz egy Longines-t, most nem jársz körbe Budapest, hogy ki ez a Longines-t? Csak megkérdezed, de kit kérdezted? Hol találtad? Hol találtad? Itt körülbelül utcán? Mégis csak egy moziba találtok, hát kit kérdeztük? De most tényleg a moziban találsz egy Longines-t? Leadod a rendőrségen! Dehogy adod le a rendőrségen! Én se adom le, csak mondom. Leadod a rendőrségen! Azt hittem, hogy poljot! Tessék, ott van az asztalon 3 millió forintnyi arany. Visszaviszed az óvodába? Most tényleg mindenki egy kicsit próbáljon belehelyezkedni a szituációba. Bemész másnap az óvónőnek, és azt mondod, hogy talált a gyerek 3 millió forintnyi aranyat, nem azon, öné óvónő. Mit csinálsz? Vagy elrakod? Na? Elrakom. Elrakod, ugye? Persze. Legyünk őszinték, elrakod. Igen. A Rolex-el azért van könnyebb dolgod, mert ott meg tudod azt csinálni, hogy kimész a keletihez, és a kabátos bácsitól veszel 10 000 ért egy ugyanolyan Rolex-et, hamisítványt, és azt beküldöd a gyerekkel, hogy ezt most találta, itt találta a gyerek ezt a Rolex-et. Tehát elrakjuk. Hát szerintem el. Fel sem merül a kérdés, hogy visszaviszük az óvodába, és megkérdezzük, hogy vajon kié lehet? Elhallgattatjuk a gyereket, és azt mondjuk neki, hogy nem találtál semmit? Azonnal hazugságra bízzuk a gyereket? Óvodába. És azt mondja, apa, hol a csomag, amit találtam? Nem találtál semmit? Összebeszélsz a gyerekkel, és azt mondod, hogy apa és anya ezt most elrakja, de te innentől kezdve nem mondasz senkinek semmit az óvodába. Azonnal el fogja mondani másnap az óvodába, hogy hazozott egy zacskó aranyat. Ezért mondom, azonnal átíratod egy másik óvodába. Ez nyilván életszerű, hogy kiveszed a gyereket 3 millió forintért. Nem jön többet? Nem. 3 millió forint ott van az asztalon, na, ugye? Nem szabadna visszavinni, hiszen ez is egy lépés lenne egy új, egy tisztább, egy szebb spirituális világ felé, ahol az anyagi dolgok már nem annyira fontosak. Hát ne adjunk neki vissza. Mert érted, más lenne a dolog, hogyha mondjuk hazahozna a gyerek egy 80 mm-es, 88 mm-es légelhárító ágyú lövedéket, hogy ezt ástak ki. Ott azt lehet, hogy visszaküldeném vele, de Rolex. Gyerekek, sanszos, hogy eltenném. Kivéve, ha a Kassa Tibi bácsitól kaptam, akkor nyilván hamis. Nyilván. Kamu Breitling. De nem, tényleg. Feri, eltennék, elállt, nem? Persze. Ugye? Hát, el. Rohadékok vagyunk, de el. Egyértelmű. 3 teljesen millió egyértelmű. Forint, képzétek már, rettelt pénz. Mennyibe kerül egy fémdetektor? De hát, 15 ezerért már lehet. Veszek hát egyet a Beninek húsvétra. Vegyél, apa azt mondta, hogy bicikli lesz, nem? De jó, vigyed szépen magadtal. Na jó, érdekes ez a történet. Nincs meg még az Obi, még mindig nem tudjuk, hogy melyik Obi, úgy fölhívnám őket. Hát szerintem nézzük, mert hát ha vannak már friss képek a második előletre fent a Google Earth-re, és ahol nagy ás hatást áll. Igen, ahol az óvoda kertjében hatalmas dombok vannak. Mellett, igen, akkor ott lehet, hogy valamit ásnak, és az lehet az az óvoda. Nem tudom, ki a kis kincsvadász, de imádom őt. Nem? Megtalálni ennyi millió aranyat azért az nagy dolog. 8:30 pontosan, 2 perccel jönnek a hírek után itt vagyunk is. 3:40 pontosan, hello mindenkinek. Jó reggelt, közlekedési hírekkel jönnék, ha nem baj? Nem. Nem. Mérnek az 52-es főúton, a 31-es kilométernél Gabóca küldte nekünk, az M0-áson is mérnek, méghozzá Dunakeszinél, a 73-as kőnél egészen pontosan, ezt Tomika küldte. Az M3-as bevezető beállt, mint a szög, a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró előtt 3 kilométeres a sor. Üzeni Dorka, trafi az M1-esen, a 143-as kilométernél Ausztria felé, üzentek Gabesz.
és a Dunakeszi Újpest lejárónál a 11-es út felé mérnek a rendőrök, ez az M0-áson van egészen pontosan, Mikey küldte nekünk. Trafi az 52-esen Kecskemét felé, üzeni Hanák. Aztán 85-ös kopháza körforgalom előtt pár méterre két autó rocsra törte magát, alakul ott is a dugó, ezt G küldte nekünk. Köszönjük szépen. Ez a legutolsó. Nincs most jelen pillanatban frissebb. És jönnek a megfejtések, ahogy jól látom, tele kocsi, tele bicikli. Ez a megfejtés? A kocsi a jó. A kocsi a biciklit ne küldjétek el. Tele kocsi, tele bicikli. Kocsi a jó. Jaj, gyerekek! És a másik játék, nem meg a kék. Az már megvan, nem? Azt már kihirdettétek? Vagy nem, az 10-kor. 10-kor van a hirdetés? 9-kor hirdetjük a kocsit, telekocsi és kéket, azt 10-kor. Jó, csak ne segítsünk, tudod, ezt már megbeszéltük. Nem, abszolút nem. Hármasugrást játszunk már is valakivel. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Ha lesz egy rendes pontvétel, akkor... Imi, hello, jó reggel! Szép hangja van Iminek! Imi! Sziasztok, jó reggelt! Szia. Jó reggelt mindenkinek! Hello, Imi! Nagyon furán zajos vagy egy kicsit. A hordóból, ha kijössz, a segít. Most már nem zajongok, leállítottam a gépet. Ja. Na, de hol vagy, vagy mit csinálsz? Gyárban dolgozol? Göteborgban. Hát dolgozott itt élek. Göteborg! Dánia! De szép! Nem, Svédország. Igen, mi is kettélek. Mi is csak humorizáltunk, igen, ez lett volna a humor. Gondoltam. Mit csinálsz a Svédországban? Egy, hát hogy is mondjam neked, így mond, egy mételet, mint egy mételet teljesen. Csak ugye itt a Svédországon más léptékkel. Onnan én még be tudnék rendezni Janival egy házat a svéd méhtelepről, gondolom. Valószínűleg, igen. Hát, hogyha szereted a filmből. Hát most jó, most mondtam, csak hogy a jó minőséget dobnak ki ott. Figyelj, hogy kerül az ember egy göteborgi méhtelepre, imént? Hogy sodrottál odáig? Hát... Szóval így. Ezt már nem mesélheti el. Kalandos történet mindenképpen írd meg. Az iskoládat abban ne hagyd, mi mondd tovább, úgy izgulok. Megpróbáljuk még egyszer? A vonal nem annyira jó, Anna. Ezzel nem tudsz mit csinálni, csak jelzem, hogy... Csak jelentkeztek még játékra, ha ilyen szolgáltatóként. Na jó, de hát Göteborg, érted? Hát? Messze van. Milyen kalandos életút, nem? Hogy egyszer csak egy göteborgi méhtelepen dolgozol. Ennyivel jobban fizet, vagy Göteborgban dolgozol egyébként, és aztán elmész egy méhtelepre dolgozni? Vagy hogy? Hát itt is méhtelepes volt? A Svédország volt az elsőleges szempont, mert hogy ott magas a GDP, meg biztos ott majd örülnek majd nekünk, meg egyébként nekik egyébként ilyen is a szociálpolitikájuk, hogy itt belefér, és akkor... Nektek is vannak olyan országok, amik egyáltalán nem érdekelnek? De Svédország igen. Igen? A hamarhár, az északi országok nekem nagyon bejönnek. 1-10-es skálán kellene mondanom egy országot, hogy mi az, ami egyáltalán nem érdekel, vagy hova nem vágynék. Hát, hogy hova nem, ez nem igaz, de nagyon a sor végén van, hogy ugye? Nézzük már igen. Meg te svédeket. Egy jó svéd körút, hogy így valahogy ez így nincs benne. Svédország, Finnország. Norvégia. Jó, de Jani, neked jelenesebb egy mezőtúr és egy nagyobb kihívás. Ebbe is van igazság. Már szerdán elkezdtek készülődni, hogy szombaton indultok. Halló, jó reggel! Na, halló, itt vagyok. Megint megszakadtunk. Igen, eltűntél egy picit. Szóval, hogy kerül az ember egy göteborgi méhtelepre, erről faggattalak volna, hogy... Hát, hogy is mondjam, szerencsével, meg kapcsolatokkal. Tehát ez a jó dolog ott méhtelepesnek lenni? Volt egy ismerősöd egy dán méhtelepnél, aki beprotezsált egy svédbe? Hát nem, még egy magyar barátom volt annak idején, aki úgymond, aki által kijutottam én ide, volt egy magyar főnököm, ugye megjártam én Trang Grétát, aztán mostan úgymond 6. éve hivatalosan dolgozott itt. Ezen a göteborgi vastelepen. Vastelepen, nem is tudom, mély telep. És több magyar is van, vagy egyedül vagy itt magyarként? A barátom Tibi, ketten vagyunk itt magyarok, mi képviseljük Magyarországon. Tehát ketten vagytok. Aha. És jobban keres az ember, mint Magyarországon egy vastelepen? Vagy egyszerűen csak tetszik a város, vagy ott volt lehetőség, vagy Magyarországon nem volt? Hát igazából... Ugye én Békés megyei származású vagyok, konkrétan Békésről származom, sehoz pedig. Aztán ott igazából nem nagyon van vas, maximum, mit tudom én, traktorokba, amik szántják a földet. Igen, de azt meg aztán nem igazából én nem...
onnan csöppentem ide, nem is tudtam igazából, hogy ez hogy működik a dolog, de aztán belerázultam. Célod az állampolgárság is? Így van, igen. Mennyi idő után kapja ott meg az ember? 5 év fiatalos munka viszony, utána lehet kérelmezni az állampolgárságot, az kb. Egy jó kiváltatás. Átvilágítják az embert, és És meg kell tanulnod hozzá svédül egyébként? Tehát alapfeltétel? Nincs, nem kell vizsgát tenni semmit, csak igazából be kell fizetni bizonyos összeget, és onnastól kezdve. Csak a pénzre mennek ezek is. Csak a pénz. De tanulgatod egyébként a nyelvet? Tehát beszélsz svédül? Hát el már nem adnak, mondhatnám. Na figyelj, smörgás margarin? Smörgos. Smörgos? Úgy mondják. Hát smörgos szendvics, azt jelenti. Aha, smörgos, az a szendvics margarin. Smörgos, az a szendvics. Smörgos margarin, az a szendvics margarin. Margarin az nincs az benne, smörgos. Na jó van. Oké, milyenek a kérdések, Jani? Ja. Ez Janitól kérdezte, hogy milyenek a kérdések. Szerintem vihető. Vihető. Mi van a harmadik kérdés? Lecserélted a harmadikat? Mert. Tehát egy ország várja, hogy melyik kérdést tologatjuk ki, már a három játék voltam. Most lecserélted a harmadik kérdést? Biztos, hogy megpróbálkozott vele, ha egyáltalán eljutok odáig. De nem az lesz, amit már itt tologattunk egy ideje, hanem Jani lecserélte. Uh-huh. Na mindegy. Hát akkor remélem azért elmondjátok, mi volna. Hát ha nem csodáig, okay, jó, így szól az első kérdés Derikát nyakba akasztóért. Hogy nevezik idegen szóval a bezártságtól való rettegést? Klaustrofóbia. Így van. Így van. Mehetünk tovább? Persze, mehetünk. Derikát egér alá tétért, így szól a második kérdés. Mi a romániai Oradea magyar neve? Ha! Nincs is olyan nagyon messze. Persze. Nagyvárod. Így van. A Békés megyeinek is tudnia kell. Így van. Pláne, tehát meg közel vettek. És a harmadik kérdéshez érkeztünk. Itt dedikált óra van. Menjünk-e tovább? Igen? Menjünk. Persze. Okay. Itt én nem állok meg. Így szól a harmadik kérdés. Hány ezüstpénzért árult el a Biblia szerint Júdás Jézust? Hány ezüstpénzért árult el a Biblia szerint Júdás Jézust? Hány ezüstpénzért? Na Tibi. Nati? Hát 30. Te jó vagy. Annyi. Fiú, te egy magyar kolónia. Ezt igazából tippeltem. Öccsi, megvan. Nagyon jó vagy. Elnézést. Megragadnám az alkalmat, innen szeretném üdvözlölni Békés városát, meg Békés megyét, meg mindenkit. Feri átadja majd. Á, ha arra megyek, akkor megpuszilom a békéséget. De jó, többen vagytok magyarok. Hát, igen. Ismerek itt egy párat, igen, csak ő nem hivatalosan van kint, jó. Igen, ott nem akarod az összes nevet elmondani, igen. Jól van, oké. Okay. Miért szolgálszom svéd, nem Dán? Ez mindenki. Na, ez jó. Ebből csinálok egy kérdést a jövő héten. Imikém, köszi a játékot, ciao. Én köszönöm a lehetőséget. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. 6 perc múlva 9 óra, Kassa TV-vel jövünk a hírek után. 9 óra múlt 10 perccel, hello mindenkinek, jó reggelt. Drága Morning Show hallgatók, itt vagyunk, és közlekedünk egy picit, mert hogy vannak közlekedési hírek. 44-es út, 48-as kilométer Szarvas felé, a harmadik vasúti átjárónál katasztrófa védelem várja sok szeretettel az ADRS kollégákat. K. úr küldte ezt nekünk. A stadion megállónál két troli is lerobbant. Foglalják a sávokat Dugula Hungária Fradi pálya felé. Nagy erőkkel vonultak ki a rendőrőver őrei a Millennium telepnél a Soroksári útra. A Pest felől érkezőket mérik, ezt Süti küldte nekünk. Valamint Solt belterületén objektívvel figyelik az autósok sebességét. Ezt Gábor küldte nekünk. Ha egy troli meghal, meg még egy, akkor ott felső vezeték? Vagy ott mi van? Azt hittem, hogy ez ilyen öt görögöt. Igen. Ha két troli, mínusz egy troli, meg egy fél tégla, 4 kiló, hány kiló a két troli? De ott mi van ilyenkor? Áramszünet? Vagy két troli egyszerre romlik el? Hát, hogyha az első megáll, akkor már nem tudsz kerülni. Bizony. Hát, hogy ne tudnak kerülni? Hát, hogy? Hát, hogy ne tudnak kerülni? Hát, hogy ne?
Hát ez az áramszedő, az mozog. Hát most nem mondjátok már egy trolli valami az útjába. Úgy lehet megcsinálni, hát nem. Azt úgy lehet, hogy le kell emelni. Hát az áramszedő, és kiveszi, igen. Vagy leveszi ezért, és kiveszi. Az előzőt, ha leveszi. Persze, tehát azért ki tudja kerülni. Na jó, de ha most robbant le az első, akkor mások megáll mögötte. Még próbálják újraéleszteni. Ja, még ízé szerint. A bikakábel, Józsi, a bikakábel. Hozzad a bikakábel. Vikázzuk be, vikázzuk be. Sok citrom. Elektródákat. Nekem az a kedvencem, amikor utasok tolják a trollit. Ez jó. Tehát az szerintem az... Én láttam múltkor, az macska, legutóbb, amikor ilyet láttam, az Oktogon és a Nyugati között volt, és a trolli tolók között ott volt Fiala János is. Tényleg? Ti azt mesélted, igen. Ez nagyon jó volt. Az, mint egy Kusturica film. De tényleg, nem? Tehát az egy az egyben. Nagyon vicces volt. Nagyon vicces volt. Kicsit olyan csapatépítő jellege, mi fővárosiak. És tolta a Fiala, vagy csak így finoman alibizett? Tolta? Abban a pillanatban. Nagyon jó volt egyébként. Abban a pillanatban, ahogy megállt a villamos, Fiala fölnézett, előnézett, felpattant, iszonyatosan elég is, és már ment előre. Kicsit azt vártam, hogy feltépi a vezetőfülkének az állat, és kitépi az embert, és látod, hogy már megint ezért fizetünk, mi adófizet, nem? Leszállt, előre ment, és ment, és tolta. Egy hős. Az. Jánosunk egy hős. Figyelj. Hát vagy sürgős dolga volt. Vagy nagyon rohant. Sietem. Vagy nagyon rohant, igen. Tedd már be a holnapra, vagy te holnap már nem vagy, de nem baj, a harmadik kérdés, tedd már, most itt félig meddig lincs hangulat van, látom, mert most mindenki meg akarja tudni, hogy mi volt a harmadik kérdés, jó. Mert hogy három adáson keresztül tologattuk, és megígértük, hogy lesz. De jó, most mondom, egyébként egy olyan kérdésről beszélünk, amiről egyébként mi semmi konkrétumot nem mondtunk, csak azt tudják a hallgatók, hogy ez egy kérdés. Érdeklő. Amit régóta tologathatunk. Nem, azt mondtuk róla, hogy nagyon ezt nehéz. Is mondhattuk volna, hogy ez nehéz. Igen, csak ugye toltuk, és azt mondtuk, hogy kíváncsiak voltunk, hogy ki mikor fejti meg, és végül is még nem fejtették meg, de ma lehet, hogy tudták volna, de lecseréltük. Holnapra teszem a nagyon titokzatos, nagyon nehéz kérdést, amiről nem tud senki sem. Na, kedve van, ez pedig azt jelenti, hogy megjött hozzánk Kassa Tibi. Minden kedden a Hungária és az Ünnői Sarkán egy titkos társaság találkozik. Ők a Fantasztikus Négyes. Vezetőjük nem más, mint a páratlan tenor, kinek hangjára lúdbőrözve ébred az ország. Sebastiano Palazzo. Velük tart az olasz konyhanai mestere, Ragazzi Ferri. És a nyughatatlan kalandor, aki bejárta az egész világot a 4-es-6-os vonalán. Vadon, Indiana Jones. És akivel teljes lesz a 4-es fogat, a főnyeremény, a Jolly Joker, a férfi, aki igazán szeret, ő nem más, mint Tibi for President! Tibi! 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 Kakakasza Tibi, kakasza Tibi! Hoztam egy magasabb szólamot, éreztétek? Nagyon váltottam. Volt. Én mostantól a magasabb szólam leszek. Ez olyan ingyenc volt, érted? Tehát, hogy ez egész muszáj az... újítani. De én tudom, hogy miért csináltad, mert ez a nap más, mint a többi, ezt te is jól tudod, mert megint egy névvel öregebb lettem. Ugye? Bizonyám. Ki? Gyerekek. Akkor másképp mondom. Ugye mindig, ugye mindig úgy kezdem mostanában, hogy választok egy napi barátot, aki ugye támogat ezen a napon, minden témában, igen. Ő mellettem áll. Istenem, elfogytunk végre. De ma ez szükségtelen. Ugye, mivel tegnap volt a névnapom, ezért azt gondolom, hogy most mindannyiótokra számíthatok, ugye? Tehát most egyenként a kebletekre... Rám biztos, hogy nem. Te személy. Mindannyian a kebletekre öleltek, támogattok a témában, tehát hogy ma nem lehet baj, nem? Mi megyünk a Balázsral kettem. Ünnepled a névnapodat? Nem tartom, de most a Morning Show-ba azért picit megsimogathattok. Hol a ajándék? Én miért nem hoztam a névnapomra ajándékot? Hát nem a névnapos szokott fizetni olyankor mindenkinek egy kört? Na, így egy kólát. Na, jó, de egyébként tartogatott számomra a névnap jót is, meg rosszat is. Jó az, hogy kicsikét a névnapom alkalmából hatással lettem a világra. Emlékeztek, mikor reklamáltam a Forma 1 hangját? Aha. Igen. Változtatják. Dolgoznak rajta. Nekiugrottak. Uh-huh. Hallották, hogy a Tibinek problémája van ezzel. Behozta, mint Böki a csőrömet, és neki is ugrottak a fiúk. Egyébként a kommentelők rögtön reagáltak is rá, és a magyar kommentelők mindig nagyon találékonyak, rögtön írták, hogy úgy lehet fölhangosítani, a Forma 1-et, trombitált a végére. Nem? Hát nagyon jó. Az egyébként tényleg jó. Nincs jó hangja valójában, bár nem egy hangverseny, hanem egy autóverseny, de... No. De azért kell a dög. De nem úgy szól, igen. Hát kicsikét ilyen levezetőkörön van. Ez lenne a jó hír, hogy hatással vagyok a világra, de van egy rossz hír, és elvesztettem valakit.
És a dolog bánt, mert tegnap láttam azt, hogy Hajdú Peti... Bőrgyógyászat? Bad hús a hátadról? Igen, nyilván, ne a bal mellemet, igen, kezdek fogni a mellemből. Hajdú Peti kisfia Dávidka úgy döntött, hogy most már, ha felnő, akkor nem Kassa Tibi szeretne lenni, hanem inkább pókember. Aha. Elvesztettem. Csak hogy azért fáj a dolog. Az nehéz, mert azért fáj a dolog, mert mit tud a pókember, amit én nem tudok, érted? Tehát most mitől, tehát én nem tudok ragacsos dolgot kilőni a falra? Tudok. Ugye? Tehát, hogy nem. Tehát, most mi? Én nem mászok a falra, de tőlem sokan falra másznak, tehát hogy maradjunk ezeken az olcsó tréfák. Hozod a pókember analógiát, igen. Tehát, hogy őt elvesztettük. Tibinek volt valami ilyen? Vagy Benninek van már ilyen példakép? Én nem akarok azt a Tibi lenni, nincs még nem, ilyen. Nem, neki eszébe jut, ez egy normális gyerek, tudod? Hermetikusan elzárjuk tőled. De van valami kép, ami akar lenni, vagy nincs esetleg most érdekes, semmi? Hogy valahogy ő erre a szupervűsonalra még nem fűzött nagyon rá. Nem, nincsen nagyon semmi. Tehát ő inkább így markolózik, meg játszik, de se nem pókember, se de Superman, se nincs Hulk, Mánia, Spongyabob, semmilyen nagy kedvenc nincs most. Hát kérdezz rá, mert lehet, hogy csak úgy nem akarja szóba hozni, mert lehet, hogy egyébként... A pókembert kedveli, de nem olyan nagy rajongással azért. Jó, akkor 2-0 pókember kasszatívi. Igen, egyelőre akkor nálatok... És nálatok... soha se téged szeret. Igen, csak elbukni látom. Virág, nem akarok kasszatívi lenni, ha nagy lesz. Igen, Virágnak te egy igazi idol vagy, de annyit még ő se tud enni, hogy olyan legyen, mint te. Névnapon van! Figyelj, vagy volt? Az kész. Három napig. Figyelj, gyerekek, a névnap... De ez kaszaked, nem kasza hétfő. Tegnap jó fejek lettünk. Három napig védettség. Ennyi, hogyha valami ünnep van, három napig meg nem támadási van. Jó? Hát nálad, de nálunk nincs ilyen. Ilyen, így bejöttem a farkasverembe. Na jó, de nem ez az, illetve nem a pókember... Tényleg? Hogyan? Tehát nem az... Mi az? Nem ez böki a csőröm. Ami böki a csőrömet. Egy rovat a Morning Show-ban, ahol felszínre kerülnek azok a dolgok, amik leginkább irritálják hallgatóinkat. Mint például... Kassa Tibi. Jó, és esetleg valami más? Nem Kassa Tibi. Ami böki a csőrömet. Egy rovat azoknak, akiket Kassa Tibin kívül valami más is idegesít. Ami böki a csőrömet. Mert higgyétek el, nincs, amiben ne tudnánk beleverni a csúfot. Mondjuk, hogyha a tököd böki a csőrödet, én elkezdenek tisztelni. Egyébként... Vagy csak nagyon hajlékony. Ezt el akartam mondani, hogy... Vagy stretching. Mindig figyelgetek a zsebemet, ez nem telefon a zsebemben, amikor bejövök, ez mind én vagyok. Tehát ez nem árt, hogyha tudjátok. Egy picikét szeretném, hogyha most velem tartanátok, a sztori abszolút életszagú. Két nappal ezelőtt történt, mentem a Hungárián, és egy munkagép, tudjátok, hogy most ugye megy ez a hosszú felújítás, és nem van nagyon praktikusan ilyen lefektetett, vagy ilyen félig állított ilyen lécekkel, amik ilyen rudakrabban vannak így beleállítva, azzal van ugye a munkaterület elkerítve. Ment egy ilyen teherautót, megpróbált így elevickélni, már kezdtem rosszat sejteni, az egész sori próbát lelassítani, ment benne egy ilyen teherautó, és egyszer csak fogta rá. De mi ment? A teherautó? Egy teherautó ment. Igen. És neki ment egy ilyen oszloptartó izének, hogy itt van pontosabban kettőnek, és a lécet behányta, tehát bedobta a Hungária kellős közepére, konkrétan rá az én autómra. Tehát hirtelen föl se ucsoltunk így ebből az izébe, tehát nem annyira tudtam reagálni erre, nem is írtam föl rendszámot meg semmit, tehát hogy hirtelen ott próbáltam ott a munkásoktól segítséget kérni, hogy ki volt, mi volt, de szőrényszálán eltűnt az ember. És ez hozta bennem a gondolatot arra, hogy ami az oroszoknál van, és ott szinte széria tartozik, ez az előre-hátulra bekamerázott autó. Ez nálunk már legális? Ezt mit csinálhatjuk? Persze, rakhatsz bele. Ott ugye azért kezdték el az oroszoknál kitalálni, mert ott nagy divat volt egy időben, most nem tudom, hogy csinálják-e, hogy te mentél 15-tel a városi forgalomban, és egyszer csak rohant feléd egy csávó, aki rávetette magát a motorháztetődre. De ez jól látható volt. Na most, ha nem volt kamerád, akkor ő beperelt téged, hogy te elütötted őt, holott ő ugrott rád a motorház tetődre, és neked fizetned kellett. Ezért kitálták az oroszok, hogy tesznek kamerát, hogy ezt rögzítsék. De én most utána néztem ennek, hogy állítólag olyan nem nagyon legális. Ez szerintem még. Se. Én azt hallottam, én most hogy arra tenném, hogy én nem is arra fölvenni. De lehetsz egy kamerát be, akkor be, állítólag... Szerintem nem. Túl van ez szabályozva, és védi a személyiségi okat, de szerintem nem. De lehet, hogy csak a későbbi felhasználás szempontjából. Én kettő dolgot láttam, állítólag, én is úgy tudom, hogy állítólag inkább nem, mint igen, de hogyha beteszed, akkor is az, hogy állítólag ki kell tenni egy ilyen matricát, hogy te kamerázol, tehát hogy jelezni kell, hogy te kamerázol, ez egyik. Bocsánat, akkor a turista buszon nem lehet kamerával venni a várost. Igen, meg mondjuk, hogy kerékpára nem lehet felszerelni egy ilyen GoPro-t. Hogy hol használod föl. Nem? Tehát, hogyha utána te ezt nyilvánosságra hozod, akkor szerintem... közterületen csináltad, nem? Ugye most ugye ez változott a PTK elég sokat, hogy akkor most kit használhatsz fel újságban, ki jelenhet meg, ki nem jelenhet meg. Hát honnos volt ugye
a szabadtéri fotózással kapcsolatban, hogy ki lehet rajta, ki nem. Oké, de ez nem újság. Tehát, hogyha egy vitás esetben ezt én előveszem, hogy bocsánat, nekem ment egy kamera a kocsiban, akkor azt mondják, hogy ja, akkor magát ezért megbüntetjük? Hát meg nem büntetnek, kérdés, a bíróság elfogadja a bizonyíték. Én nem tudom, mi a polgári peres eljárásokban mi van. Megbüntetni nem büntetnek meg. A bíróság mondhatja azt, hogy nem fogadja el, vagy elfogadja. Aha. De biztos, hogy a mérleg nyelvét semmilyen irányba nem fogja úgy direkt módon elbillenteni, de szerintem figyelembe veszik. És most a házkamera, hát ott is látsz elmenő forgalmat, látsz autót, ott is ki van írva, hogy kamerával figyel terület, de végül is videózhatsz, vagy kamerázhatsz. Hogyha mondjuk te el akarod kerülni azt, mondjuk, hogy a paraszt összekaristolja a kocsidat mondjuk, akkor ilyenkor föl kell, hogy hívjam rá figyelmet, hogy vigyázz, majd takard az arcodat, mert le leszel kamerázva, tehát ki kell rakni egy matricát, hogy vigyázz bűnöző, takard el az arcodat. Tegyél kicsit annyit, hogy kassza show live. Igen. Forgatunk, forgatás. Vigyázz forgatás. Nem tudom az ide vonatkozó szabályokat, hogy mit vehetsz föl. A másik megállít. Mégis fejkamerával is biciklizhetsz. Fölraksz tényleg egy GoPro-t most a sisakodra, és te ott tekersz, és abból összevágsz magadnak használatra egy videót, azt megcsinálod. Nyilván nem biztos, hogy mondjuk az internetre fölteheted. Vagy ha én meglátom magam egy ilyen videón, akkor én téged beperelhetlek. Elvileg. A másik meg állítólag nem tud fölhasználni, tehát hogy állítólag az ügyben felhasználhatod, én egyébként baromira utána fogok most ennek nézni, szerintem baromi praktikus, hogy nem kell magyarázkodni. Elő hátul kamera, pif, ott van, onnantól kezdve mit magyarázol, érted? Tehát a legjobb. És de egy állítólag nem rakott, hogy a személyiségi jogát a ilyen szempontból a bűnözőnek védi egyébként szerintem most a jog, hogyha ez így van, ahogy mondod, mert nem teheted ki, tehát nincs egy visszatartó ereje ilyen szempontból nyilvánosságnak. Hogyha látod, hogy egy ilyen, nem tudom, kulcsa karistolja össze a motorháztetődet, azt te nem rakhatod ki, hogy gyerekek, ő volt az. Mert még a végén téged fognak meghúzolni. Nem? Nem tudom, nem ismerem a pontos szabályzást. De az oroszoknál ugye látjuk, hát ott van nagyon sok a YouTube-on, nagyon sok ilyen felvétel van. Ilyen, igen. Mindenféle baleseteket, mindenféle ilyen kihágásokat. Jó, de ott sokkal magasabb szinten van a demokrácia, mint nálunk. Ezt te is tudod. Igen, nyilván. Ez így igaz. Hát raknátok be kamerát, így a kocsi előre hátulra? Én nem érzem szükségességét. Hát Bali maximum maga felé, de az... Igen, de nem. Reality. Valami esetén jól. Igen, vezetek. Láj, fú, te jól nézel. Hát de jó, ez is felett a szemüveg, akkor csak megérte. Nem, minek? Nem tudom. Hát erre, hogyha bármi, például most itt van egy szituáció, hogy összebarmolta a kocsimat egy léccel a teherautós, nem állt meg, eszágában nem volt, nem tudom ki az, nem ocsúttam föl, tehát nem írtam föl rendszámot, hogy hülye vagyok. De nem, mert elment, tehát elment, nem írtam föl rendszámot, nem dugó volt, nem tudtam utána menni, tehát hogy ilyen nézőpathelyzet, és annyira meglepődtem, hogy nem is írtuk föl, tehát nem is jutott eszembe, hogy megnézem a rendszámot, egy kamera ilyen szempontból baromi jó lett. Nem lenne rossz egyébként egy vitás esetekben, de valaki leszorít, vagy megelőz, leszorít az útszélére, oda jön pampogni, stb. Tehát, hogy... Mondom, simán berakhatod, attól függ, hogy hol használod föl. Tehát te kamerázhatsz kedvedre, most én beülök a Ferihez, és kinyitok egy kis kamerát, és én veszem, azt senki nem fog megbüntetni. Szerintem felveheted. Nehezen fog ebből jól kijönni, mert alapvetően, ugye akkor azt mondom, ha én csinálok veled közterületen egy interjút, akkor én nekem alá kell veled íratnom egy nyilatkozatot, hogy te abban hozzájárulsz, és belemész, hogyha én felhasználom a te arcodat. Ugye most már ezt ugye még jóval megszigorították, most már új a PTK. Jó, de mondom, engem ebben nem is ez a része zavar, hanem az, hogy a személyiség jogaival egyébként a bűnözőt védjük, tehát hogy én nem tehetem ki közszemlére az, hogy itt a paraszt, ő volt az, ő barmolta össze a kocsimat, ő hajtott nekem, hanem azt maximum titokba, sunyogba odaadtam a rendőrségnek, de ennek nincs egy visszatartó ereje, figyelj itt a kamera, testvérem, kiraklak azt, most mire 20 rongy körülbelül a kár, amit okoztam, mire utána járunk, én rosszabbul járok, mint hogyha nem foglalkoztam vele, de legalább egy kellemetlen percet okozok neked azzal, hogy megmutatom, hogy te voltál a paraszt, ilyet nem csinálhatsz. Szerezek betétlapot? Van ismerősöm. Kell? Van okosban? Van. Hogy most nem minden van. Hallanak? Gyerekek, minden van. Most hallanak minket? Nem. Nem vagyunk adásban. Minden van. Mennyi van? Ha jól. Jobb, mint amennyi akár. Jó, okosban van betétlap. Balázs, kezedben a sorsom, jó? Tegnap volt névnapom, jó? Aha. Hát, gyerekek. De most a Hungáriában hatott meg annyira ez a téma már. Abban a szempontból, hogy nem tudtam átéreztem, de nem teljesen egyértelmű. Az, hogy cserbenhagyásos áldozata lettem. Cserbenhagyásos pallófelverődés áldozata lettem. Cserbenhagyásos pallófelverődés áldozata lettem, és nem tudtam bizonyítani, és az, hogy a személyiség jogok szempontjából nem engem véd. Á, gyerekek, meghoztam az ítéletet. Kettes szintű csörgökés. Ezért kár volt ilyen korán felkelned. Megadjuk, de csak hogy 10 után ne hívogass minket.
helyre tudtam hozni, jó? Már tudom, hogy ezt én csináltam, ezt a szignál, de én hívogatlak benneteket 10 után. Nem is már nem, leszoktál róla. Illetve pontosabban leszoktattunk. Volt egy időszak, de most már ezt nem csinálom. Volt ilyen, amikor jelenk is voltam? Volt. Hogy így nem volt jó, Bari? Hát nem, hát azon összeültünk egy meetingre, és akkor mondtam, hogy hívva a Tibi. Letettem, nem vettem föl, figyeld meg téged. Hívtad a Janit, Jani sem vette föl, mert meetingeltünk, hívtad a Ferit. De aztán most már nem csinálod. Nem, nem vagy jelenleg. Ez régen volt, hát tényleg akkor még fontos volt számodra a tartalom. És akkor még hívtad az Annát meg a Laci. De most már nem, hát most már megedződtél, hát hozzászoktál ehhez, hogy... Fölkeményedtem mellettetek, nem? Felfickósodtál. Felfickósodtam. De nem azért húztam a témát a névnapommal, vagy ezzel az egyébként szerintem baromira életszerűbb, aki a csőrömmel, mert nincsen semmi magvas már a tarsajomban. De ugye nem azért, mert nincs tévád. Nem... Jó, most valahogy nem állunk ki, hogy Jani, vidd már tovább, mert nem tudom. Nem azért. Simán, erre nem már rá kellett volna tollani. Nincs ritmus érzéken. Igen, így lettem zenész. Mondd rá, erre csak rá kell mondani, mert minél tovább nem. Én előttem. De akkor Jani, te vagy. Előttem. Erre rá kellett volna tenni, hogy de van, és már meg is vagyok. Erre még nem volt jó a kép, nem volt eléggé fölfokozva. Szerintem nincs témája. De van! Látod, így kell földobni a labdát. Annak ott volt a ritmusa. Nézd meg a Feri, hogy érezte? Menjünk tovább. Nézd meg, hogy érezte? Na, mi az egyetlen dolog, ami nem tudom, mióta van most a Morning Show? 4 éve? Várjál, 6 éve? 6-5. Hát most lesz Danubius, a rádió. 5 a klassz. A klassz, és előtte mi már csináltuk hat. A 6. 6 éve. Éve csináljuk. 6 éve csináljuk. Rájövök, mennyire ullak benneteket. Igaz? De várjál, sose érdekeltünk. Én meg a belegondolok, hogy most még először 4 nap szabadságra. Na az a 4 nap, 6 nap. Tesó, utána számoltam. Van már hétvége? Az 7, elárulom. Ja, bocsánat, 7. Egy hétre megy el. De bár, mi? Bocsánat, a hétvége. Dominika? De ja, jó, hát is hagyjad. Ja, ne haragudjatok, ne haragudjatok, hogy... Dominika, vagy mi? Képzeljétek el. Hova? 6 év alatt most lesznek először 4 napot együtt Balázsé. Talán voltál már. Nem voltál? Soha. Mi lesz egy kis Karib-tenger? Soha nem voltam így. 4 napot nem voltatok együtt. Ne sunyogjál, hova mész? Egy húzamban. Nem voltam. Nem emlékszel, tavaly előtt, amikor elment 2 hétre? Volt az 3 hét is egyébként. Micsoda? Mondjuk gyerekek, fel kell írni, hogy Jani Szabin van. Bizony. Jani Szabin van 1 hetet. Ez nagy, nagy dolog. De nyugtass bizony meg országhatáron belül, nem kell csalódnom benned. Visegrád? Balcsi. Ez ne okozzál csalódást, hogy külföldre mész. Nem akarok benned csalódni, 6 év munkaviszony után. Közel leszek. Kilépsz a határon, vagy átlépsz a határon. Na, de pont ezeket a viszonyokat próbálják különböző cégeknél egy picikét felbolygatni, ugyanis pont ezt a nagyon nagy állandóságot akarják kicsit megtörni azzal, hogy tematikus napokat csinálnak a cégeknél. Tehát mondjuk csinálnak olyat, hogy nem tudom, farmeros kedd, és akkor mindenkinek egy ilyen multinál, mindenkinek farmerba kell bemenni. Meg nem tudom, tehát hogy nem tudom, tegező szerda. Nem, tehát hogy ilyen nagyon mű ez. Tematikus, ez csinálják? Nagyon komolyan, nagyon komolyan multiknál, tehát ez a fajta ilyen csapatbratizás, csapatépítés, ez borzasztóan megy. Tehát, hogy kicsikét mindenkinek próbáljunk kedvezni, rakjunk össze egy olyan tematikus hetet, amiben borzasztó jól éreznek magatokat, tehát jövő hét mondjuk egy olyan, hogy most mindenki egy picikét tematizálhatja a hetét, vagy a napját, akkor mik lenne, amik jól estének? Mondjuk mi az, ami egy picikét föl tudná dobni itt az életet? Minden nap máshoz reggelit, Balina. Meg vagyok egész gyerekek. Balázs meg van egész hétre. Hát ez egy kevésbé igaz. Lejmoló. Az a baj, hogy ez most is így van. Most akkor mi van? Tehát ebben mi az újdonság? Valami újat kéne kitalálom, várjál, ez most is így van. Lejmoló hét Balinak? Lejmoló hét Balinak. Nem, mert mind reggeli Balinak, én meg vagyok. Én mit hozzak nektek, vagy ti mit szeretnétek? Én is vállalok, tehát nem úgy vagy, csak nekem hoztok. Amit akartok. Istenem, erre emlékszem, amikor bevállalta a reggelit, figyelj, és óriás arc volt, terített asztal. Amit akartok, majd így kiszól. Laci, mennyi? Mondtam, hogy hozok nekik reggelit. De Laci megvett mindent, Laci, mennyivel jövök. Nagyon jó volt. De benyaltátok egy ideig, azt mondtátok, én vagyok. Na, de mindenkinek lehet egy napja, tehát akkor ilyen tematikus nap, akkor 5 napból 4-et most meg tudunk csinálni. De egy nap legyen most ne az egész hét. Hát enyém a kedd lenne, és nem jönnél. Te szemét vagy! Névnapom volt! Kosszamentes övezi. Te szemetek vagytól. Na, de ne tréfáld el. Már mondtam. Te szemét, jó. Akkor neked egy kosszamentes keddet, jó? Jani, te mit dobnál be egy ilyen tematikus napban? Egy riskoknap. Tofu szerda. Tofu. De mi egy kajafetisisták vagytok? Mr. Seitan. Mr. Seitan. Mi? Jó. Rizskók napod lenne? A francok süti nap. Héten egyszer rizskók. Én azt megcsinálom neked. De ne... Akkor felejtsük hiszen el. Hiszen tudod, hogy milyen jó a rizskókja. Tudod, hogy a rizskókot csinál. Az a legendás Balázsféle rizskók. Megbolondulsz, olyan jó. Ha én csinálom, jól lesz. Figyelj, jövő héten, akkor én mondom, hogy jövő héten egy félmeztelenked.
Félmesztelen. De hogy te félmesztelen jössz? Mindenki. Itt nem ülünk, nem, négyen. Nem leszek félmesztelen. Mondom, hogy az ivararány gyerekek itt a klasszon belül, az három darab nő, négy, öt max, és 30 férfi. Tehát, hogy én szívesen nézem a testedet, vagy olyan testét, de ez szerintem nem olyan jó ötlet. De csak figyelj, simán, hát figyelj, földobnál más lenne a félmesztelenked. De miért lenne ez jó? Más lenne, nem lenne jó. Mert végre választ kapnátok arra, hogy nő vagyok. Semennyire. Szóval öt nő van nálunk, hogy a kicsit több nyilván kis túlzással, de ott a promóción ketten, itt mondjuk még mennyi, hárman, négyen, nem? És 30 pasit járkálna félmeztelenül, hát ez nem jó. Én Feri Melbimboit megnézném, de... Micsoda? De szerintem már megmutatja a tematikus. Hát te már láttad. Hát láttuk, én már persze, Velencén már láttuk. Életem. Igen, meg Velencén láttuk már. Micsoda, lefordított kis tányér. Micsoda, leveses. Fejének olyan melei vannak, micsoda, kirabolt hátizsák. Kirabolt? Láttam félmeztelenül, zokniba dobott vasgolyó. Az persze. Jöttél te oda-ahoz az asztalon, az egy vasgolyó volt. Mondjuk olyat csinált. A kaja jó volt. Nagy kecskecset szem. Hát szőlő. Most akarják el egyébként például bevezetni cégeknél konkrétan, hogy délután egykor vagy legyen egy ilyen kis szundi. Az jó. Szundi szerda. Az jó. Hogy a reklám szünetekbe kimegyünk, jó, vagy kimentek. Nem akarunk itt lenni délután egykor, tudod? Én szerintem jobban örülnének neki, hogyha mint a svédeknél néhány közalkalmazott, most majd 6 órás munkanapokat fog majd csinálni próbaképpen, ugyanazért a pénzért, amiért a 7 órások. Ez az új próba Svédországban. De jó, a szundi egyébként nem rossz. Azt most már nagyon sok nyugati munkahelyen bebizonyították, hogy fél óra a alvás a dolgozóknak, az sokkal jobban serkenti a munkakedvet, kipihentebb vagy, délután aktívabb vagy, jobb ötleteid vannak. Azt engedélyezik nagyon sok helyen. Szundi szerda? Az jó. Azt én aláírom. Aki egész nap dolgozik, az jó. Akkor van egyelőre egy félmeztelenkedünk, egy szundi szerdánk. Igen. Most mindjárt jön a torkos. Plémét csütörtök. Méhitarok péntek. Jó, tehát hogy akkor eddig a legjobb ötletünk a szundi, ugye? Hogy akkor a szundi hírek jó. Alatt? Annak mindenki örülne. A szundi, én azt támogatom. De negyed óra hunyás mindenkinek, mondjuk nekünk ugye nyilván nem kell, mert 10-kor végzünk, de aki mondjuk egész nap itt van bent, vannak sokan, azoknak egy negyed óra, fél óra pihenés, az abszolút működik. Az egy jó, de azt egyébként tényleg csinálják sok helyen. Hát ugye nyilván tehát most a sztereotípiákat nem mondom, ugye nyilván, hogy becsépet hétfő, meg nagy címletek kedje, meg nem tudom ezeket, ugye, tehát hogy a... Nincs oda. Most adtam érni a 350 forintos BKV bérletet. Bizony, kettőt. Kettőt. Mert nem használtam el. Komolyan? Aha. Ma akkor mi van, jó szívked? Nem, csak mondom, hogy van kis címlet is. De egyébként a 6 év alatt ilyen csapatépítés bármilyen módon volt? Tehát volt. Ti vettetek részt? Volt. Mivel épült a csapat? Rádió szinten nem volt. Klassznak volt ilyen csapat, ilyen sárkányhajózás. Nem is értem, miért. Mi a reggeli műsor voltunk. De olyan minden évben megyünk közös gokártra, az neked nem építi a csapat? Szerintem az inkább bontja, nem? Én nagyon imádnék egy ilyen két napra elmenőset. Én azt az RTL-ben is szeretem. A Rádió DJ-nél is volt ilyen, a Zene TV-nél is volt ilyen hétvégére elmenős. Két nap. Este feladatok, rohadt nagy berugás. Azt miért nem megyünk egy ilyenre? Feri, de rádió szinten buszba beülsz, 40-es DAV busszal elindultok valóba, és sírnánk a röhögéstől. Miért nem csinálunk ilyet? Hát volt, mert csak gokártos ismerőse van a Titusnak. Tényleg akar... jó, és jót tesz a közösségnek. Tehát mi a Zene TV-nél nagyon szerettük. Te akartál izét csinálni egyszer, hogy megyünk majd, vagy mentek hamun gyalogolni. Persze, meg az miért nem lovagolni, meg az a meg nem valósult projekt. Mi tartoskodtatok, arra még én is emlékszem, hogy akartál csapatépítés, megyünk hamon gyalogolni. Van a szerkesztőség szavunk, amit nem csináltunk meg a Parázs. A hamu már nem olyan forró, hogy engedem. A Parázs sokkal durvább. Faszénem. Brikettem. Igen. Egy szénbányába hemperek. A híres dobogókői briketten gyalog lesz. Tehát. Szóval... ahogy a meg nem valósított projektek között a foci igen. Meccs, a mesztelen lovaglás. Ja, várjál, a foci meccsre te mondtad a múltkor, hogy még hideg van. Ez igaz. Na. De a mesztelen lovaglás az már pont jó. Nem, azt nem csináljuk meg. De amit a TV mond, gyerekek, pedig hogy alulról melegít a ló. Hogy egy csapatépítés, Klassz FM szinten szerintem tök nagyon lenne. Támogatom. Igen, nagyon támogatom. Sárkányhajó. Ez most mi? Hát azt tegyünk bele. Sárkányhajó. Hogy a Titus dobol. Ez egy baromság. Mi? Titus így dobol, üti a ritmus, te meg húzod. Teljesen reális. Teljesen reális. Nem fogjuk utálni az egészet. Miért? Tum, és mint az őrültek, így húzzuk. Tökéletes, nem? Egy ilyen a szerkesztő, vagy a vezetőség versus műsorvezetők foci meccs. Rohadt nagy becsúszásokkal, ilyen nagyon genyó szerelésekkel.
Az jó, az jó, én azt bírnám. Játékos feladatok este, nem? Ságban futás, mi van, mit letényevés. Te azt bírnál. Tudod, mekkora játékos vagyok ilyenkor? Tudod? El se jönnél. Most mondom, hogy... Na, elmondom neked, hogy az összes csapatépítőn, ott voltam a zenetévénél, ott voltam a rádió DJ-re, az összesen. Az meg van, hogy Balázs ilyen 40 fős buszba. Az eredeti rúgtam annyira be a busz, hogy kétszer kellett miattam megállni, hány út, csak mondom. Csak mondom. És ahogy megérkeztünk, busszal mentünk, már valahol Eger mellett volt a csapatépítő. Mire leszálltunk, már mindenki olyan része volt, hogy ahogy leléptem a táskámmal egy lámpabúrát, úgy, ahogy van, véletlenül teljesen összetörtem. Szóval ott, de van mulatság. Igen, persze, jó? Persze. Na, van mulatság. Egeri egy borpincében voltunk. Te voltál zenetévén? Nem. Szerintem akkor te már nem dolgoztál. Nem, 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 nem. Igen. Én bulimat sokkal előbb befejeződött. Mert én sokkal jobban voltam. Annak örömére csinálták a csapatépítőt, hogy te már nem vagy ott. Végre, Janit kirúgták a zenetévétől egy adott ponton. Arra volt a csapatépítő, nem, és végre lehet építeni. Nem, ezután mentünk csapatépítőre, de azonnal Jani már nem volt ott, mert ő előtte talán egy fél éve kirúgatta saját magát. Igen, én gyorsabban égettem a gyertyát, mint a többi. Igen, de ott voltam, amikor leharmadolták a fizetésedet. Így van, tehát hogy azért én tudtam élni. És átutalták neked. Jó, de itt nagyon kell figyelni, tehát ilyenkor nem korrekt egyébként, hogy én csapatépítésen egy picit rácsúszni egy kolléganőre félrészegen, az nagyon ilyen alja dolog? Vagy az a csapatépítő velejárója. Nem? Így van, meg ha jössz, van neked olyan mellett, hogy nem kellenek a kollégák. Te szemétláda, az szakadj le a mellemről! Tehát, hogy ez ki van dolgozva, minden centje ki van dolgozva, ez izom, mellizom, színizom. Falmászás Tibi melkasán. Azért azt magad elé tudod képzelni, nem? Amikor kezd belőled kimenni a szesz, és így fogod a Tibinek a melleit, és ülsz a sest. Várjál, ez a Tibi! Nem, de közben is úgy, hogy közben... Nem, az ülsz a melkasom, de közben azt mormolod magad, hogy Kosztriánkor. Ott azt mormolja, hogy kislány az angolának is. Gyerekek, ezt be kell adni. Már a vezetőségnek. Aha. El kell menni rádiós csapatépítésre. Híresek, promóciósok, szélszesek. Te jársz be szerdánként. Kőkövön nem maradt. Bedobod? Be. Lesz, felvetem. Ha mondjalog lesz. Igen. Na jó. Nem lenne rossz egyébként. Mondjuk szerintem a Ferit már a parkolóban fel kéne tenni a buszra. Mindenféleképpen. Már nem téged. A Feriket. A másik Ferit. Halkan és félve kérdezem meg. A névnak... Várj végig, Balázs. Látom, hogy szkeptikus vagy. Igen, de nem. A névnapom alkalmából. A kamerák létbiztonságot nyújtó felvetéséért, és ezért a fantasztikus kis tematikus munkahely felfrissítéséért. Meg hogy fel volt töltve a laptopom. Lehet egy jogos a taps és sikor? Hát névnapom van. Témának azért ezt erős tudásra hívnám. Tehát ez egy kicsit ilyen a megúszás jelleggel. Ez miért? A tematikus basszus. Napok a munkahelyeken? Meg kaptál már tegnap egy kamu rejtlinget. A filmesztelen? Jó, kapsz itt a szokra. Köszönetek. 3:10 lesz pontosan, 7 perc múlva várunk még friss közlekedési híreket. Jó, hogy mi a helyzet az utakon, az autópályákon, Budapesten, a hidakon és mindenhol máshol. Mi pedig jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. 7 perc múlva pontosan, 10 óra. Csabi, hello! Jó reggelt, szevasztok! Van egy fontos közlekedés, hogy autó szemben a forgalommal az M7-es bevezetőjén. Nem mindenki áll. Vigyázzon, de Totya írt ebben a pillanatban, úgyhogy hát vagy észreveszi, vagy szídja a többit, hogy milyen hülyék meg szembe jönnek, de hogy ott van állítólag az M7-es bevezetőjén szemben a forgalommal. Gyerek, egyszer ezt megértem, hogy ezt hogy keverednek 6 behajtani tilos, 4 megáig ilyen kézjelen keresztül. Hát és ha már fel vagy, akkor annyira idegesítő. Olaszországban mentem egy olyan szakaszon, ahol amikor pályát váltasz, akkor nem a bal oldaladon van a szembe jövő sáv, hanem a jobb oldalon. Megőrülsz. Ott van a jobb oldaladon van az elválasztó, és a másik oldalon jönnek szembe. És azt mondom, hogy mi a Isten van? Nem jó, valami nem jó. Valami nem jó. Igen, már Londonban vagyok. Átülök, cseréljük. Már Pájköldön vagyok. Annál a kereszteződésnél mégiscsak balra kellett volna már. Igen, elnéztél egy kanyart, ugye, mint a Dumb és Dumber. Csabikám, mi újság? Én soha az életemben nem tudom azt elképzelni, hogy valahol szembe menjek. Tehát, hogy vagy azért, mert én nagyon-nagyon szabálykövető vagyok, vagy azért, mert egyszerűen nem tudom, megtanultam vezetni. Tehát az, aki szembe megy, tényleg az nem látja. Igen, azt többszörösen kell elnézni. Szóval, tehát, hogy másra figyel. Tehát én tényleg nézzetek hülyének, mert ne, de nem, ne, tudok, nem tudok például úgy vezetni, hogy a kezemben van a telefon, és nem azért, mert nem szabad, hanem mert nem tudok. Mondjuk sajnos én tudok, az a baj. Igen, és a másik kezemben még van, mondom, egy kóla, aki például, és még a lábbal valamit csinálok a kesztyűtartóval. Aki szembe megy, meg nem indexel a körforgalomnál, az azért, nem azért, mert nem akar, hanem mert nem tud, mert mással van elfoglalva.
Hát, hogy elnézi, vagy idős, vagy rossz a szeme, vagy egyszerűen nem érti már annyira a kreszt, hogy igen, többszörösen kell ott hibázni. Na, Szabira megy a Jani, gyerekek, hát azért erről beszéljünk már két mondatot, hogy Jánosunk szabadságra megy, hát ez önmagában egy olyan nyelvi, fizikai, spirituális ellentét, amit nem tudok még sok most magamban helyre tenni. Már ebben a műsorban az elmúlt 6 évben. De ez még társul. Hát nagyon ritkán, egy-két napok. Ráadásul úgy, hogy egy rávenni? Hét, igen. Igen, mivel tudott, és kicsoda rávenni? Tehát a feleséged nem volt egy hét. De hát dehogy nem, hát szerdától szerdáig. Hát az ja, úgy igen, hát de van benne két nap hétvége, az meg mindegy, egy szünnap. Hát akkor ilyen alapon minden héten vagyunk két napot szabadságon. Eloka, azért most ne tompítsuk az élét. Szerdától nem vagy, szerdán jössz. Nekem mindegy, hogy abban húsvét van, anyám van. A végén nekem marad majd be. Bocsánat. Az gyerekek, az egy hét a vége. Szerdán már jössz, vagy csak csütörtökön? Szerdán. Na jó, szerencsét. Szerdától szerdáig, egy hét. Na, csak a Tibi túszod meg, mi? Ja, igen, direkt így akart. De mi lesz? Valami wellness akcióra gyűjtötted, vagy váltottad a ponda pontjaidat? Vagy nyertetek valamit? Vagy mi történt? A vadon család szabadságon egy hétig? Hát mertem egy nagyot álmodni, és úgy döntöttem, hogy Maglód? Ha már a lányom 11 éves, és gyakorlatilag 5 éve jár általános iskolába, egy tavaszi szünetet töltsünk már együtt. Azt a mindenségit! Igen. Hát és? Azért, mert különben nem mennék. Te hedonista állat. És milyen lesz először látni a Balatont, Jani? Ja, megmondom őszintén, hogy először már azt hittem, hogy láttam már korábban, de aztán kiderült, hogy az a lupa. De tényleg nyugtass meg. Ne kelljen feljárnom vasárnap hajnalban, hogy Jani ghost külföld, tehát hogy itt maradsz, nem léped át az álomhatárt, és nem lépsz idegen földre, nyugtass meg. Messzeringó gyermekkorom hazáj ez. Tehát nem mentek sehova. Nem megyek sehova. Nagyon ez. Jó az. Én a magyar tengerhez megyek. De is van valami extra ebben az egy hétben, amit azt mondtad, hogy most nagyon megenged, na most nagyon oda csaptam? Hát azt, hogy olcsó volt, mint a főszezon. Áprilisban az még azért jóval olcsó. Egyébként ráadásul igen. Hogy máshogy tartanak a kuponok, tudod, addig be kell váltani. Figyelj, jó az. Na, de valami kis túra nyilván lesz egy-két vár. Persze, egy csomó helyre fogunk menni, mindenképpen, hogy az északi oldalra is át akarok menni. Természetesen megnézünk egy-két romot is. Elmegyünk. Hogy váratja a virág. Megyünk Zalaszántóra, megnézzük a stúpát. Hát ez gyönyörű. Most amióta mi voltunk, legutóbb azóta ott kialakítottuk egy ilyen kisebb részt, ott felújítgatták a dolgokat, megnézzük, hogy hogy alakultak ott. Elmegyünk egy-két normálisabb étterembe, amit már régóta meg szeretnénk látogatni. Valószínűleg elmegyünk az ingókövekhez, talán az Köveskál is környéke, így van, ugye? Nagyon így szép. Van, úgyhogy így hát próbáljuk meg majd. Nem menjetek, ami nagyon messze van. Az a más. Vidék. Meg az már Jenővidék, vigyázz, ott már Mordor van, az már a Szarumán. Így van, ott már vágják ki az enteket. Igen, ott vége van, vigyázz, az már Jenővidék, úgyhogy ott óvatosan. Na jól van, hát akkor nagyon napbarnitottan, nagyon de ha nagyon furán fogom érezni, akkor pénteken jövök. Jó. Behagydott a családot, és gyere vissza. Komolyan nem is mondom, hogy rácsörgünk, nem is zavarunk meg, nehogy megriadják. Csörögjetek mindenképpen. Hiszen úgy sem veszed fel. Csak ki lesz kapcsolva. Nem. Ha valami van, akkor nyugodtan hívjatok. Komolyan hozok egy üveg Dom Perignont, erre minden reggel kocintunk, jó? Locsoljuk, hogy Jani Szabi. Hívjuk a nap hallgatóját gyorsan. Térképetek van? Mi térkép? Hogy ne volna? Négy GPS, 6 térkép. Budapest térkép. Vigyázz magadra. Vigyázz magadra, fura lesz. Jó. Morning show. Az bizony! Hello, jó reggelt! Hello, sziasztok! Hello, nézem, hogy hol van az SMS, amit írtál. Még így 6 év után nem vagyunk annyira összehangoltak. De nagyon jó volt. De elképesztő, amit írtál. Azt írtad, hogy a csapatépítésről beszélgetünk Tibivel, és arról is beszéltünk, hogy miért nincs a rádióban csapatépítés, és megfogalmaztad a lényeget, amire mi egyébként nem is gondoltunk. Van csapatépítés, csak titeket nem hívnak. Igen, a legkézenfekvőbbre mi nem gondoltunk. Igen. De nem írtad alá, hogy hívnak. Dávid vagyok. Dávid, hol hallgattok minket helyileg? Jászberénybe. Többen munkahelyen szólunk, ahogy hallottam? Apummal dolgozunk, igen.
családi vállalkozás. Na. Mindig titeket hallgatunk reggelente. Köszönjük. Drágák vagytok, ti vagytok a naphallgatói akkor, jó? Ó, köszönjük szépen. Küldjük nektek az ajándékcsomagot. Nagyon szépen, köszönöm, nagyon örülök. Köszi, ciao. Sziasztok. Hello. Csabikám, már mit szólsz? Én szóhoz sem jutok, bár tudnék tippeket adni, én, mint ugye a szabadság királya, hogy ti elneveztetek. Hát, Jani, hiányozni fogsz. Uh-huh. Ennyi. Ilyennel még életünkben nem találkozom. Hát igen, én most kezdem el lerakni azokat az alapokat, amiket már nálad fel is szedtek. Jó, de még így is ránéz itt fölött a könyvelésen, Aranka is azt mondja, hogy még így is van 4000 napot. Ja, hogy írjuk ezt ki a 4000 napból, amit felhalmoztam? Jó, de a 2012-es Szabika mit csinálj? Figyelj, és nyomtattál a családnak ilyen egyenpólót? Jani Góztú Köveskál, vagy valami ilyen? Jani Góztú Turkeve? Van valamilyen egyenpól, amit fel kell venni? Irány a tápor virág! Ingókövek forever! De jó ez, Csabikám, remek zenéid lesznek? Hát egy Jani búcsúztató zenét hozzak. Hozom a Mr. Prabzi nevű fiatalembert, aki egy ilyen holland hip-hop artista, egy művész, aki zenéket szerez meg, producer, és ő már 2008-ban elkezdett mocorogni, de csak tavaly jelent meg. Jó, lassan érti. És az első lemezéről hozok egy újdonságot, a Waves címűt. Szerintem ti ezt szeretni fogjátok, ahogy ismerem az ízléseteket. Biztos. Most mondom, hogy imádni fogom. Igen. 555-55-00, ez a telefonszám. Itt tudtok Csabitól dalt kérni, ha szeretnétek. Holnap akkor jövünk ketten. Olyan, pótkerék van. GPS? Hogy lenne? Kettő. Pumpa? Megvan? Minden. A mi autónk minden van, hisz referenciautó, ahogy mondani szoktam. Na jó, holnap jövünk 6-kor, szevasztok, szép napot, ciao.